Üdvözlök mindenkit, én Axel vagyok, és itt vagyunk már a Seven Days to Die-t, ugye újra kezdtük ezt a sorozatot, második nap éjszakán vagyunk, következik ugye a harmadik nap. Be is kapcsolnám akkor a többieket, és hát üdvözlöm a chaten lévőket, úgy nagyjából próbáltam én köszöngetni mindenkinek. Christmas maradt ki, úgyhogy őt üdvözlöm még, Kostyász is kimaradt, sziasztok. Na, akkor be is kapcsolom a többieket. Vásárítás. Sziasztok. Sziasztok! Amúgy... Azt nézem, hogy én fázok. Amúgy a ti ágyatok az hol van? Hol tartjátok? Úgy látom, szerintem egyedül az enyém van itt kint, de... Majd lehet, milyen hogy én is. Van bent? A te különcköt. Raktuk, hogyha esik az eső, ne ázzon el. Ja, ne ázzon. Én meg... Ne, csak te ázzon. Te ázzon, nyugodt. Azt nézem, hogy hogy is... Rákukkantok, hogy van, hogy hogy érzem magam. Ja, 13 fokosnak érzem magam, az nem annyira jó. És ha bemegyek a házba, az vajon akkor a házba, ez itt jobb lesz nekem? Nem tudok bejönni. Na. Itt változik. Igen, és bejöttem, és nem ég a tűz, de bejöttem, és itt jobb, jól van. Hát azért ez is változtattak rajtam el. Szevasz, Bóvi! Hát mert az alsó sávba. Vagy legyen a kezedbe egy fákja, vagy gyújtsál tábortüzet, vagy menj be egy zárt területre. Igen, mert azért régen az vicc volt, most nem tudom, hogy pont most hogy működik, de valószínűleg ezen is változtattak, mert ugye régen az nagy vicc volt, hogy éjszaka volt, és melegen volt, de akkor is felvettem egy szalmakalapot éjszaka, és lehűltem. Tehát olyan, mint hogyha a napsütés ellen védett. Na, szóval voltak ilyen fura dolgok, de azért... Valakinél van még üres üveg, mert akkor erre van a vízér. Van vízér, mert nem maradjanok, mert itt üres. Én az összeset kiraktam. Jó, csak meghallgattam már, hogy tegnap tényleg nagyon halkak voltak a többiek, és most belehallgattam már, hogy milyen, azért ti is jelezzetek már, legyetek szívesek vissza, hogy most hogy halljátok a többieket. Nem tudom egyébként, hogy magától hogy tud elállítódni esetleg valami, hogy hogy lettek például tegnap a többiek halkabbak, nem értem, semmit nem, tehát be van egyszer valahogy állítva, és akkor... Én ugyanolyan erősséggel hallottam őket tegnap is, mint máskor, csak éppen valahogy a live-ba halkabban mentek. Én nem tudom, hogy ez hogy lehetett, de én most hangosítottam rajta, mert visszahallgattam én is, és hallottam, hogy tényleg halkak voltak, úgyhogy hát játék közben is lett hangosítva rajtuk, meg még azóta is, még utána is egy kicsit, úgyhogy na remélem. Andris, nálad megy? Hogy menne, most keltem föl. De menni, akkor menni fog? Úgy kérdezem akkor. Elképzelhetem. Kérdés, ki a parti arc vezetője? Az is lehet, hogy megint én vagyok, mert lehet, hogy megint én jöttem be. Ja. Jó, rányomtam mindenkinek. De ja, van, hon vagy, Róka, hon vagy. Na jó. Itt csak továbbra is fázok, akkor tényleg fákjával kézbe kellene? Fákja mellé, hát. Hát ez az én fákjám, van idejük mellé, akkor ez valamit változtat? Nem nagyon változtat. Odakint hideg van. Hát jó, de ez az, hogy... a fákja mellett és fáztam. Hát ezt csinálom én is. Helyett, ide álltam, a fákja mellé nem fáztam. És itt 12,22. Teszek a kezembe egy fakját. Megnézzük, hogy mi történik. Hova tettem? Segítség. Segítség. Ezt... De ne, a világít. Nem világít. Én nem látom, hogy világít. Hát ez az, hogy én sem látom. Hova tettem? Ez kibagolt a házon kívülre. Valahol a falba van. Jézusom. Én innen úgy látom. Na jó van. Jó van, nem is akarom megérteni. Na hát pont azt beszéltük, hogy... Szia, Kata! Azt beszéltük, hogy egy kicsit kajásak vagyunk. Szia, Imi! És hát valahogy meg kéne osztani a, el kéne osztani a csapatot, mert hát... Majd mondjam, hogy truszám. Szóval kicsit kajások vagyunk, és valahogy nincs annyi állat, mint amennyinek lenni kéne valahogy. Úgyhogy valamit majd csinálni kéne. Sziasztok! Harmadik nap,
harmadik nap reggel, ilyenkor mindig szoktak jönni, csak nem tudom, de tényleg azt látom, hogy mintha kezdene egy kicsit hűvös lenni, most hogy menjek így ki, vagy lehet tenni ezekre, csak ilyen nulla ponton van, mert valamelyikre itt lehetne tenni. Melyik ez a... Ja, ez az. Erre majd tegyünk már, hogy jobban bírjam, csak legyen egy kis pontom, és akkor majd teszek is rá. Ez most miért ugrott ki? Adja kölcsönbe egy-két pontot? Ja, az jó lenne. Ilyenkor szokott jönni kutya, farkas horda, vagy nem tudom, hogy ez a jó szokásuk megmaradt-e. De ezen viszont így, ha ide tesszük, ezen viszont így feljönnek ide, szerintem. Aha, mert ezek szerintem elég ügyesek. Ez így nem jó így ide tenni ezeket. Megfuttatnak minket. Meg kell várni, míg fölérnek a felső szintre. Hát de tényleg, tehát annyira jó van az útkeresésük, hogy ilyeneken a zöld disznó is felment meg, szóval mindegyik zombi is felmegy, tehát jön egy horda, akkor hip-hopot vannak a tetőn. Hát egyik-másik biztos. Nekem volt olyan, hogy a zombi a fakeretet ütötte, illetve az ajtókeretet pedig nyitó volt. Úgyhogy még nem teljesen tökéletes, de hát erre, ezzel nem lehet számolni. Nem lehet benne nézni, hogy... Ja, és történt valami frissítés, rácok? Nem. Nem, nálam sem. Elmaradt akkor. De egyébként nem, is láttam, hogy... 208. Frissítés. Na látjátok, Miklós már megint tévedett. Ebbe az évbe ez már a negyedik. Axel egy újra meghívás, mert egyszer csak bent, nem voltam bent a szerverbe. Ó, hogy a... Andrist is. Ja, de ez csak egy zombi. Na, gyere csak ide. Én még menekülök előle, mintha medve jött volna. Hol vagy Gizella? Igen, nem annyira jó itt kint kódorogni, mert most szerintem, mondom, esélyes, hogy jönni fog valami társaság. Valamit hallottam. Csak a gyomrom korgott. Látlak is. Na. Hallottam, hogy itt van a zombi. Itt is volt. Az a baj, hogy kajások kezdünk lenni, és hogyha dolgozunk, akkor még inkább. Úgyhogy... Úgyhogy most nem dolgozunk. Úgyhogy hát, menjünk el vadász? Igen, de én például gondoltam, hogy itt azért... Hát kéne majd, igen, nem tudom, ki a fővadászunk most. Elszaladhatok, nem tarthat semmiben. Hát nem éjszaka kell kifejezetten, de azért itt van Miklós, aki hibázott, mert nem jött ma frissítés. Tudom, erre gondoltam én is, hogy de még nincs este. Nincs vége a nap. Szóval itt most csak feleslegesen, már úgy feleslegesen, hogy lesz egy csomó kő. Na, azt a helyet akarjuk itt megtalálni majd, hogy hol is kezdjük el, valahol elkezdenénk felállítani, csak azt beszéltük, hogy itt nagyon közel van a trader, hogy egy kicsit messzebb legyünk tőle, tehát hogy ne itt is van egy kis egyenes terület, de hogy ne itt legyen, hanem valahol. Nem tudom, hogy azt hol találtátok, vagy hol gondoltátok. De, tehát... Ha nincs egyenes terület, akkor kiegyenesítjük. Észak-észak-nyugat fele. Igen, tegnap a live-bajában Axelnak úgy láttam, arra van valami. Jó, hát valahol igen. És azt beszéltük, hogy ne essünk abba a hibába, mint a múltkor. Tehát, hogy a múltkor én előbb csináltam a rácsot, és utána csinálták az alapot, hogy akkor elkezdenék, mondjuk Magor, ha gondolja, elkezdi a
Foxconn. Itt van Márk is küldte a lucot, köszönöm szépen, Hagannak is köszönöm. És tehát, hogy először elraknánk egy alapot, én már itt ugye legyártottam, itt vannak a régi székek, nem azt akarom, tehát itt ezeket a fa rácsokat, meg hát bármikor tudunk, csak én már most gyártottam le 50-et, és akkor elkezdenénk lerakni, utána pedig tudnánk majd upgrade-elni, csak hát ezeket szépen el kell kezdeni csinálni. Ja, szia Hagan, itt van Hagan. Szia Hagan! Még bizony. Úgy de gyenge vagyok még, nem tudok ütni se. Úgy erősen ütök, mint egy zizi, vagy hogy szokták mondani? Úgy üt, mint egy nő, de... Igen, csak nem zizit szoktak mondani, hanem más, de nem, nem beszélünk, csak ugye. Széleszettem. Mit szoktak mondani? Jobb helyekről. Ezt a két széket innen kihajítom már. Ne legyen itt nálam. Megválsz a székeit, de? Igen, de ez nem az én barátom, nem a barát székem volt. Ez másfajta. Na, már van egy motor. Egy kis őzikének jobban örültem volna, vagy egy vaddisznónak. Hát ja. Ha majd jobb idő lesz, akkor majd elindulunk. Nagyos 9-es. Hát én is tegnap, hogy elindultunk itt Andrissal aztán éjszakra, merre is? Ja, éjszakfele mentünk, meg már ugye délfele ott a város, de aztán nem nagyon találtunk már állatot. Pedig lehetne. Hát az ilyen alap, hogy nem tudom, szerintem az olyan alapon van, mert szevasz Balázs, mert az 60, azt hiszem 60-on van, és talán az az alap, talán. Hogy 1596, köszi Attila. Ugye 60 állat van maximum, vagy összesen a mapon, tehát. Tényleg amúgy... Amúgy tényleg kipróbálok valamit. Hogy például menekülésre például jó az a módszer, hogyha mondjuk tegyük fel... Tegyük fel, üldöznek a farkasok, akkor én mondjuk megközelítem ezt, és mondjuk itt vagyok most a bejáratnál. De jó, hogy két Andrisunk. Igen, és átdobott engem egy másik oldalra. Merre dobott? Ja, itt van a bejárat. Átdobott igen, engem a másik oldalra, tehát hogy ez is egy jó módszer így a menekülésre, mert amikor üldözik az embert, akkor pikpak, illaberek, nádak, erek. Sose értettem ezt. Szia Ferenc, hello! Engem elérni Steamen, mert írtál Steamen, és nem olvastam. Mondjuk lehet, hogy ma például nem néztem a Steamen. De viszont Facebookot azt néztem ma is többször, tehát hogyha ott írsz, az szerintem könnyebben. De hogy könnyebben, ma is hívtam Facebookon, azt nem vette föl. Hát már iskolában voltál, azt mondtam, hogy tanulj, mert megbuksz, de nem telefonálgatunk itt, nem messengerezünk itt iskolával. Oké, jó van Ferenc. Az a baj, hogy innen nagyon kevés vas jön, pedig főleg vasra lenne szükség. Az összes lehetőséget meg kell ragadni. Jaja. És Axel el fogok menni lootani, ő fog mindenfele menni, akkor gyere ide. Van páncélom? Páncélom van. Meg pajzsom is van. Meg pajzsom is van, figyelj meg. Hát egyedül, ugye a fejemet nem akartam már, mégiscsak közszereplő vagyok, nem akartam eltakarni egy sisakkal. Mit hoztál? Ezt a páncélagot tudod belerakni. Igen? És ez mi? Ja, ugye ez még ilyen plusz tudok pakolni bele? Az arra jó? Na nézzük. Pajzsba kell belerakni. A pajzsba, úgy már jobban értem. Hát mondjátok nekem magyarul.
Miért eddig angolul beszéltem? És akkor, de most ez mi változott ettől? Mert nem lett több pakolóhelyem. Hát nem azt mondta, hogy több pakolóhelyed lesz, hanem jobban fog védeni, vagy nem tudom. Igen, mert nem tudom, hogy ez mi volt, amit beletettem. Azt... Mike úgy is le fogja írni neked, szóval... Majd Miklós majd leírja. De ha nem látta, hogy mi az, akkor meg... Ja, itt van. Csak nem tudom már a nevét. Valamilyen konnektor volt, vagy valami ilyesmi. Néztem, hogy be kell dugni a 220-ba, és akkor szépen fogok rángatózni, vagy milyen konnektor ez? Persze, az már 230. Fűtő. Picit megint belehallgatok. Többieket hallgatom, mondjátok már meg, én már kérdeztem az elején, csak azért még egyszer mondjátok már, erősítsetek meg, hogy jó-e, vagy erősítsek-e a többieken. Ja, hogy igen, hát itt van, tessék. Francia nyújtsz hozzá. Itt van, megmutattam, itt a facecam-t, látod? Facecam? Azért is nem, igen, azért is nem takartam el semmiféle pajzsal. Meg pajzsos sisakkal. Tényleg volt ilyen, hogy pajzsos szorin. Emlékeztek ilyen névre? Tölgy, nem, várja, tölgy pajzsos. Tölgy pajzsos szorin. Aha. Ki szereti a... Maug. Így van. Az. Hobbitkába volt. Kicsi kis hobbitka. Ahol a nyolcat összeverődnek, az egy kovány. Na, és az egy vélemény van már Zsoltid, hogy kicsit halkak. Igen, azt mondják, hogy kicsit halkak. Na várjátok, próbálok, hát én magán a játékon is hangosítok. Nem sem tudom, hogy én miért vagyok ennyire mocsok hangos, de... Na, én most felhangosítottam az audiót, már most az asztal audiót. Elvileg onnan kéne őket halljátok. Most beszéljetek, legyetek szívesek? Mondjatok mesét. Volt egyszer egy. Benkel aki azonnali hatálya öngyilkos. Látom, hogy mi megint hülye vagy. Nem vagyok hülye, csak hát. Fáradtam. Na, nem tudom, hogy éreztek különbséget, vagy valami más gubanc van. Azt mondták, hogy talán Andris halk, de... Én mindig halk vagyok. Pedig hát... Az lenne a problémát, hogyha ordibálnék, 100%. Jó, mindegy. Én adok még hangot bárkire, aki... úgy gondolja, hogy... vagy úgy gondoljátok. Jó, várjál, megfulladok, azt utána adhatsz. Magornak is, Iminek is. Jó, hát most egyenként is nyomtam azt még rá. Sokkal jobb lett. Ja, Lacának is nyomok még, jó. Hát most még... Nekem egy kis staminát adjál. Ja, nekem egy kis kaját inkább. Na, jól van. Na, akkor örülök neki. Nem tudom, hogy mi állítodott el, mert eddig nem így volt, és mégis jó volt, de hogy most mitől lettél halk, nem tudjuk. De a DC az szokott mostanában olyanokat csinál általában este, hogy megszűnik létezni, kidobál mindenki disconnected, meg tudom én, tehát érdekes. Nem tudom. Kaja nincs, ugye? Nincs, alattam az összeset. 56, csak... Hát itt most azt nem tudom, hogy itt hol mit lehet enni most ezen az újon, vagy keressek hóbogyót, de most már az sincs olyan sok. Közé tojás. Bojledeg. Hűtőben van elvileg 9 darab. Vagy én vagyok nagyon hangos, de ez az, hogy nem lett... Azt én is azt látom, hogy nekem én hangos vagyok, de hogy mitől, azt nem tudom. Na most vettem le saját magamból, mindjárt meghallgatom. Te... ritka ocsmány vagy.
zombi barátom. Van itt ráadásul ilyen, hogy mikrofon erősítés, de ha most egy picit, mindegy este van, most lehet egy kicsit piszkálni, de van itt ilyen, hogy mikrofon erősítés, az is rá van nekem nyomva, de mindegy, azt is lejjebb eszem. Ez kiderült, megint el lesz a leghalkabb. Na hát majd most akkor mindjárt kipróbáljuk. Hallgatjuk. A Discordon vetted hangosabbra a hangunkat? Én a Discordon is hangosabbra vettem, de meg amúgy is az asztal audiót is. Mert a Discordnál azt úgy vettem észre, hogy az csak akkor fog működni rendesen, hogyha újra is indítod magát a DC-t. Ezt mondd még egyszer, csak mert közben itt nyomogattam, és hallgattam vissza a hangotokat, és duplán hallottam, és azért nem értettem, hogy mit mondtál. Azt mondta, ne nyomogasd. Jó, de most én magamat lejjebb vettem, ezáltal jobban tudtok hangosítani rajta valószínűleg. Na mindegy, majd meglátjuk, majd mondjátok, hogy állítsak-e még rajta. A hangja csak akkor fog hangosabb lenni, hogyha újra is indítod a DC-t. Tényleg? Igen. Egyértelmű. Hát de van ott rajta, van ott egy ilyen csúszka, amit embereken igen. állítok. Na de az halkulni szokott, tehát az le lehet halkítani, amikor Andris is nyomatta a robotzenét, az is le lehetett halkítani, tehát azt annak... Hát a robotzene az más. Azt simán le tudom húzni. Még én is. Szia, Berik! A pirosat. Igen, ezek a híres utolsó mondatok, hogy kéket vagy a pirosat vágjuk el. A pirosat. Ó, te fiúcska! Ne hirtelen bukantál le a semmiből? Na. Mi az, hogy ennyi? Ja, hogy tönkötettem a szerszámomat, hurrá. Nem vagyok annyi most, hogy fejbe lőjenek, hát komolyan mondom, állj van meg egy helyben, létezzi. Igen, most nem tudom, hogy nem-e az van, mert az se jó, hogyha megfordul a dolog, és hogy én leszek halkabb a többiekhez képest, de most, hogyha úgy hallotok, akkor úgy lőjük már be ezt, mert nektek is az lenne jó, hogyha minden jó lenne azért, hogy most úgyis este van, egy kicsit halljátok, hogy ütögetem, tehát a játék hanghoz képest is milyen a hang, meg a többiek is, hogyha mesét mondanának, akkor lehetne hallani. Nálam teljesen jó, de hát én amúgy így hangra nekem is jól hallak benneteket, de valahogy a YouTube-ra nem megy ki jól, nem tudom miért. Ez a baj. Ja, de hát ha fülesebb beszélünk, akkor nem tudom, hogy hallunk vissza magunkat a YouTube-on. Akkor gyorsan körbenézek, hogy nincs itt ellen. Igen, hát a hordóváróval csak az a gond, Christmas, hogy azt találgattuk, hogy hova legyen téve, mert itt... Most csinálom. Vagy... Már itt, ja, hogy itt. Ezek szerint. Na, ugye meg is nézzük, akkor... Jó. Ugye meg is nézzük. Közelebbről. Merre kell menni? Várjunk már. Rossz irányba megyek. Hol van Magor? Ő erre van. Na igen, na ez az. Itt kezdődnek a bajok, hogy én viszont nagyon éhes kezdek lenni. Hány százalékon vagy? Hát most már 49-50 alá estem. És... Ó, hát te jól lesz. És az a baj, hogy utána elkezdődnek a bajok, mert így már jártam úgy, és akkor onnantól elkezdődnek a bajok. Ja, itt kezded, jól van. Se futás, se támadás, semmi. Igen, azt beszéltük, hogy legelőször... És képtelen leszel meghalni. Igen, mert most én lejjebb vettem mindent, tehát a én mikrofon hangomat is. Meg... Na, teljesen jó a hang egyébként.
Megnéztem. De az én hangom is, nem tudom, hogy miért nem volt ennyire, és valamiért felerősödött. Én is észrevettem az utóbbi napokban, hogy az én hangom is nagyon felerősödött. Ti meg valahogy lehalkultatok, hogy ez hogy, nem, pedig nem volt piszkálva, tehát nem tudom én is, hogy ez. Na, szóval azt beszéltük, hogy most fordítva, tehát most normálisan próbáljuk csinálni, úgy nem úgy, mint az előző mapon, amikor így kutya futtába, de hát akkor ugye nem tudtuk, az egy ilyen teszt játék volt, mert nem tudtuk miből mi lesz, hogy sül el, hogy sülnek ki a dolgok, és ugye most azért, hogy legelőször, mint normálisan lerakjuk az alapokat, és akkor utána kezdjük el majd tenni a többit. És akkor ez most hányszor hányos? 15x15. Négy, öt, és nem számolt el, és tényleg 15. és akkor ez már ez a külső, és akkor majd ide gondolom, tehát hogy erre a részre, tehát egyel beljebb, itt kéne majd kezdeni akkor a rácsokat, igaz? Nem lesz az iszonyú nagy te? Hát nem miket szoktunk mit csinálni? Hát végülis a külsőt, hát csak nem tudom, hogy az előző, az nem volt-e túl kicsi nekünk, csak kérdezem én, mert hogy mert ott egy kicsit lehet, hogy szorongtunk, vagy elég nagy volt az? Én nem tudom, hogy meddig fogunk itt ebbe a kis rácsos zébe lenni, mert szerintem elküzdöttem az összes. Kérek egy kis követ javítani? Mert nem hiszem, hogy olyan hosszú életű lesz. És megadok még, ha kell. És hogy ki lesz még itt, érted? Hát most nem tudom, hogy ki lesz még itt, de ettől függetlenül hát ez a külső, akkor ugye úgy van, hogy tehát most nézzük meg, mérjük be, tehát mondjuk itt lenne az első rács, akkor utána lesz kettő luk, és akkor itt lenne, jó mondom, na, tehát van itt egy, kettő, kis közlekedő rész, és akkor itt lenne bent, akkor már mindjárt ez, nézzük csak, így, ja, itt vagyunk, és akkor ez már így mindjárt sokkal kisebb a belső rész. Vagy a kaját keresni, mert hát mindjárt ilyen halunk. Hát ez az. Mondom, főzzetek tojást. És a hűtőben van bent 9 darab. Azt már megettétek, nem? Nem. Aki előbb, az előbb, mikor eljöttem... Meg több, mint majdnem 100 tojás van, nehogy már ilyen halljatok. Jó, csak üveg nincs, akkor meg homok kell. Aha, itt van. Hát én csinálok ki mindjárt tojást. De legalább az üveget visszakapnánk ilyenkor a játéktól, de hát... Hát igen, ez nem normális dolog, hogy... Ezt kérdezzek a játéktól, hogy azt hogy kell, tudod? Az üveg oda lesz. Úgyhogy a recept XML úgy van megcsinálva, hogy csak egy visszatérő anyag van. Kiugr. Ez játékos. Sárga, sárga. Én voltam. Hát inni való az még csak valamennyire, nem is azzal van itt a nagy gond. Meg hát az izé. Ja, van itt 114 tojás, tényleg. Amúgy. Te hogy érted ide előttem? Teleportált. Na, ez szép volt. Hogy mellé dobtam, mi? Nem tudom, hol van ez a tojás. Hát, meg van itt... még a ládába. Nálam meg van még itt 11. Csak én azt hiszem, hogy... Tettem én erre? Ja, tettem. Ja, nem tettem, én nem tudok főzni. De jó. Nem tudok főzni. De még nem tettem arra. Én tudok főzni. Ezt... Akkor, ha megkérhetnénk rá. Hát ma, ha már egyre szépen kérsz meg rá, akkor... Hát én udvarias tudok lenni, én úgy, mint egyesek. Én is kérhetek vagyon 50 darab fő tojást. Simán, figyelj, simán kaphat. Jöhetnél Attila, igen. Rendet rakni, igen. Egyelőre 8 telik ki.
Valaki mondott, hogy van vagy 30 kész tojás, az hol van? A tábortűz melletti láda bal oldalon. Köszi Rókát is a lúcat. Hát igen, továbbra se vett fel a sok kaja. 34%-on vagyok, úgyhogy most már kell hát... egy kicsit. Ez az csak veszítünk, utána már a staminából, meg mindenből az a baj. Hát, milyen szinten lehet kitanulni a zöldség pörköltet? De olyan nagyon sok izénk sincsen, gomba, meg ilyesmi, és hát a gombából még csak-csak igazából a kukorica, meg a... Gomba! Gyerek, ezek a színvát, majd lejjebb veszem a... Vagy már most lejjebb veszem, mert tegnap is nem vettem észre, az egész nap fel volt véve. Tegnap így fel volt nyomódva, úgy maradt. Mit csinál egy ilyen? Na, tizettól. Akkor az jó. Nem rossz. Ti már tojásoztok? Aha. Nem tudok főzni. Valaki berakott 111 vizet, azt leállítottam, hogy jöjjön a tojás. Igen, csak innentől már most a igen, staminám kezd lemenni, tehát én már most a mozgás... Lehet jobb lenne meghaljak. Már most azon a szinten vagyok. Lehet jobb lenne meghalni. Jaj, ne legyen egy elkeseredve. Az úgyis magától jön, Axel. Nem de nem, az csak a staminám az kezd ugye lemenni az éjség miatt, és már most ugye a futás is egyre nehezebb, mert ugye hamar elfogy. Akkor miért fut? Kettő. Hát miért futok? Az életemért, hogy találjak kaját. Hol vagy? De már messze nincs itt, messze-messze úton járt el. Nem ment messzire. Röföghetne már itt valami. Ez tényleg elment. Tök állat lenne itt. Röffentene néhányat. De miért nincs már ilyen? Nem hoztam föl az autóból azt a kis malacot, amit ma vettem. Azt felejtetted szegényt? Igen, annyi hóbugyó volt, és azzal túl lehetett élni csomó minden. De most várunk egy kis izét. Laci meg az összes hóbogyót a mapon. Lelegelte az összes hóbogyót. De... lehetett most tolni a kis malacnak a röfögését. A malac, ami hápog. Na, jól van. Mondja Attila, hogy küldi majd neked a lúcot, Andris. Te elintottad, Andris? Megy nálad? Persze. Megy az Andrisnál. Megkaptam én is a értesítőt. Na. Rám találtak. Rám találtak, csak ez nem az ehető verzió. Meg el is kéne őket találni. Aztán, hogyha találok malacot, jössz? Hát, ha malacod lesz, akkor igen. Ez fa, ez jó, az kund lesz fa. Ricsi! Ricsi fiam! Nem érem. Malacom lesz. De most milyen irányba indultam? Amúgy észak-kelet megint ilyen irányba? Nem tudom, mint a múltkor. Ez tele van kutyával. Mondom, tele van kutyával! Akkor szedjük a tojást is, vadul, az is. Most nem nagyon merek dolgozni sem, mert akkor még jobban elfogy. Még jobban elfogynak a dolgok. Nem az Ákos. Nem, öt hús. Kaja! Kígyó! Nagyon kígyó! Ott meg egy nagyon madár. Az
megint pont nagyon jó, mert jó ehető egy madár. Futni meg nem tudok, az nagyon jó. Fenébe, hogy ilyen kicsi a kígyó, hogy nem lehet eltalálni. Nem az a legnagyobb baj, hanem az, hogy úgy tekergőzik. Pecázni miért nem lehet még ebbe? Igen, a Starvation modnak egy nagyon jó tulajdonság. Hát igen, mondjuk nem nagyon... Nagyon sok kaja volt. Igen, de mondjuk nem nagyon lehetett abba se pecázni, vagy olyan érdekes volt az. Hol volt a másik kígyó? Mi vagy te, táncos? Pont Katával beszélgettünk ma délután a táncosokról. Hogy mi a különbség, vagy mi a összefüggés a táncosok meg a farkasok között. Volt egy olyan film, hogy farkasokkal táncoló. Ezek meg a táncosokkal farkalók. Egyre jobbak. Na, feküdj! Ó, mit találtam, gyereki? Mit találtam? Hogy nézel már ki? Hogy lehet így kinézni? 20 millió eurót. Tüskeböki. Nem 20 millió eurót, hanem egy pörköltöt. Na, hozzad. Azt edd meg, ha csak egy darab. Csak legalább itt emberkedik ez a madár. Nem igaz, hogy egy állat se jön oda a vízhez inni? Itt egy itató. De olyan malackák sincs jönnének itt, hogy ki lehessen őket lőni, semmi. Talán van ürességgel. Meg két konzerv. Ami talán még segíthet rajtunk valamennyit. Hát neked valamennyit biztos. Hát figyelj, több mint a semmi. Hát... Nagy szegénység van már megint. Az biztos. Köszönöm Attila a lúcot. Szia Dani. Az. Szia. Szia József. Hajrá zombi, köszi. Köszi utolsó mondatok sorozat. Engedjetek. Minden szerelő. Nem tudtam tovább olvasni. Köszi szépen. Egy gomba mag. Vagy nem, ez kukori, vagy micsoda volt, ez potétó. Ott egy nyuszi, nyuszi, nem szoktam nyuszit ölni, de most van rá esély, ha nem szaladnál olyan gyorsan. De túlélés a cél. Farkas van valahol, itt nálam, srácok. Senki nem, és nem, senki nem táncol körülötte? Akkor az nem. Figyelj, én nem fogom lelőni egyedül, ha nem jön senki segíteni. Hát mindjárt nem vagy, nem vagy, mit találtunk neked tegnap? Megyek, Laci, futok, rohanok! Oké. Okay. Lehet, hogy belerolnak a farkaskádba, és belerolnak egy kicsit. Madár, nem, mert valahol keletre van tőlem. Akkor erre. Vagy az egy másik madár, vagy követ az a madár. Jó. Csinálok már még fakeretet szerintem, az esetleg kell, hát hogyha találkozok olyan vadállattal. Itt kell valahol lennie, csak nem látom. Ha meg látom, akkor az a baj, hogy már ő is lát. Hát igen, előbb már kell, neked harmadik, köszi. Híres utolsó mondatok, apa, gyere ide közelről, sokkal szebb a tűzijáték. Apa... Miért fut előlünk a nagyé? Ne foglalkozz vele, csak adogasd a kézigránátokat. Igen, ez jó. Ezt ismertem, ez jó. Meddig nézed az anyós félszám? Az a baj, hogy kijön onnan egy futó, futóbolond, kijön, akkor nem tudok elfutni, az a baj. Tehát... László, biztos, hogy ott van a farkas? Nézd meg, biztos piroskát keresi.
nem kérdezem meg tőle. Csak sündisznót csinálok. Szarvas mutató, az jó lenne, mondjuk egy szarvaskának, egy őzikének örülnék, az biztos. Vagy, igen, legalább nem vagy vaddisznónak is, vagy bárminek ő. Opa. De a vaddisznó már visszaharap. Ezek pont nem azok, akinek én örülök. Laci, majd visítok, akkor megtaláltam a farkasodat, jó? Megvan, látom. Látod, akkor kerüljen igen. Meg. Nem, keletre van tőlem. Oké, Dani. Ott van egy láthatatlan ház. Milyen messze vagy, Andris? Ah, most már megjelent. Ja, látom is. 170 méter. 100 méter. Persze. Megjelent. Másfél kilométerre arrébről jöttem. Szia! Ne tud kellett neked ilyen messzire menni. Hát a kincsemért mentem volna. Okay. Ami traderes küldi. Jó, a sabból van kaja? A bácsi barátságosan befögött felém. Ah, dizét, gold a cuccot, meg ilyenek. Első segély cuccokat föl. 30 méter, akkor leadom az első lövést. Na, hát ha találok egy kis konzervet, remélem, hogy nem szőrös. Gyere szépen! Szőrös kő lesz. Ne így! De ne így! Ne ilyen durván! Laggol ez a nyavaja. El se találom. Csörgőfogó. Édes. Az nem ehető, ugye? A csörgőfogó az még nem ehető fajta. Van 30 húsunk eddig. Köszi szépen! Ez a dög, ez a madár, ez üldöz. Tehát ez... Lassan fel kell vegyem a kesztyűt. Gyere ide! Madárka miatt. Szétcsapkodunk! Ez már nem kell fel többet. Gyere, keresünk még ilyen állatkát, van még egy kis lőszalom, azt elnyomhatnánk rájuk. Meg már közel járok az 500. És pedig jön a madár. Most érthez. Ez nem izél. Nekem meg 15 shotgun lőszerem van, úgyhogy most kajára... Pinky! Szia Pinky! Küldjetek neki is a halacskát! Pinky. Szereti a halacskát, Pinky! Szia Pinky! Meg a vaddisznó pörköltet. Nem jön be Pinky egyébként? Én már túl súlyos vagyok, az nagyon jó. Az előbb még éheztél. Éhezek én most is. Hallgatkodózom közben. Éhezek én most is, sajnos. Most túlsúlyos lettél, de még mindig éhezik. Ja, de csak a hátizsákra. Gyere ide! Szétütlek! Szétcsaplak! Ja, hogy olyat is csinálok. Jó, csinálok ilyet is, meg olyat. Megáll a nyusz és átmentem alatta. Mi van? Gyorsabb vagy? Nem fölötte mentél? Hát alatta? Ricsi! Egyem a kis... Egyem a kis torkon lőtt fejedet. Félreérthető információ volt. Mekkora nyúl? Mekkora nyúl? A nyúl? A nyúl? Nem, a nyúlon túl. És előveszi az antiókiai szentézik rá. Itt van a sunyi. Na, sunyi nyuszika? Nyuszika, légy szíves, engedd magad szétszedni. Tegyél magadével. Nem engedni szétszedni, Anyuhat! Nem tudom, hogyha így nyersen megeszem, mi lenne egyébként, nem tudom, hogy... Köszi, Dani! Mi történik a tojival, hogyha így megeszem. Van kutya. Itt hallottam a... itt van előttem, basszus! Nem tudom, de lehet, hogy igazad van, és be kell vállalni, és egyek belőle. Hol van még egy? Ah, kurva ninkét! Bocsánat! A mézet keresi, az hiszem az jó most a... Gyomorrontás. Ott van, és ott egy győzike, és igen, ott van egy győzike. Sokan vannak, nagyon-nagyon sokan vannak. Nem, vagy intézem őket. Van egy győzike. Nézd meg, hogy őrzike. Hát ezt őrizték, ezt a két farkat. Igen, és ráadásul most meg jönnek a kis barátaim, és még össze kéne valamit szedni. Okay. Esélye se volt fülkelni a csávónak, esélye! Valahol itt pedig cuccokat ki kell pakolnom. Hallok még valami csúszogást. Aha, oké, okay, most már nem. Nem fogom erre fel a volt egy nyusz és nem tudtam szétszedni. Na, nálam van 24 hús. Ebből már fölé. 46. Elnyulakból biztos. Hol van az a nyúl, amit nem tudtál összekaparni? Itt van.
Jaj, meg lefáradt. Ott a földön. Na nézzük. Te meg szét tudod szállni, hát ez csalás. Hát... Halljál, Laci? Én igaziból is bontottam nyulat. Az a baj, hogy nekem nincsen olyanom, hogy rendes kés. Nem mondták, hogy nem szabad tudják rákogni, miközben beszélgetek Lacival? Föl kell még. Ez a max sebessége, amivel tudok menni, úgyhogy valamit itt kell csinálni majd. Na, keresünk még farkasokat. Ja, nekem mennyi húsit adott ez? 20-at. Van egy olyan érzésem, Danu nem fog örülni. 20 hús, az már valamire biztos jó lesz. Az már 4. Elmende. Hát igen, vagy én azt nem tudom, sima húst én tudok megsütni? De. Nem, csak főzni tudod. Nem, tudsz sütni, ott lepattintasz egy tábortüzet, mielőtt ilyen halnál, és akkor eszel. Igen, mert arra gondolok én is. Néni, kérem! Néni! Néni, gyere vissza! Ezt a nénit is itt, mert hallottam, hogy hangjelzést adott itt a fa mögül. Itt már mindjárt csinálok egy campfire-t, aztán valamit csinálok ilyen halás ellen, mert már most nagyon 35%-os vagyok. Ne krákogjál már annyit, hát komolyan. Köszi! Köszi, hogy megdöglöttél végre. Na, nézzünk egy campfire-t, hogy tudok-e valami kaját csinálni itt, az út mellett. Az ott, én úgy látom, hogy egy jó kis lapos tetős gyógyszertár van ott. Az úgy nekem nagyon tetszik, csak nem tudom, hogy most ebben az esetben... Összevendésztod az... át! Ebben az esetben az nekem jó-e? Te sunyi! Tegyünk akkor bele valamit. Te alaptomos! Igen, és tudok. Na, nem fukkorászó. Elkerülöm itt az éjhalált, de azt hiszem, hogy még én ezekből teszek ide bele, mert nem viszek magammal mindent, valamiket beledobok ide. Valamiket nagyon nem viszek magammal. Nem jön semmi? Nem jön semmi és senki? Akkor erre eszünk egyet. Visszak majd neked, mindjárt lesz egy kis shotgun. Jó van, már az is valami, hogyha nem halok éhen. Teljes mértékben egyetértek valami. Nagyon örülök, viszont... Ó, Laci, mit találtam? Én lecserélek. Nem tudom. Kaját? Találtam kaját. Egy darab blueberry is pitét. Ezt elteszem, viszont innen még valamit kiteszek. Mégpedig, hát tök mindegy, kirakom ezt. Ha valamit kirakok magamtól, hogy tudjak mozogni. Ja, meg még ide, mi volt itt a kezembe? Itt volt egy... Itt mi volt a kezembe eddig? Ez volt. Még legyen ez. Simuljál már ki. Na ennyivel is előre vagyok, és vajon most pontot tudok tenni valamire? Van már egy pontom. Azt gondoltam, hogy erre teszem, de mondjuk most azért megnézem, hogy tudok-e az erősítésre tenni. Az jó. És tudok. Akkor pedig ezt teszem, mert így jól van. Hát akkor innen ki is tudok kicsit pakolni. Miért nem csináltok olyan zöld malacos küldetéseket? Jó, ezeket akkor innen viszünk. Nem hülyeség dolgokat. Nem hülyeség, talán. Na hurrá! De ahhoz kellünk, hogy 4-5-en. Oda, hogyha én oda bemegyek, az a baj, hogy megint tele lesz az inventory, nem, de az egy jó hely amúgy, csak fingom nincs, hogy hol vagyok. Ja, Imi jön felém. Ez akkor... Mi hozzánk képest, akkor ez észak-nyugat. Aha, ez az út. Nem neked nyitottam ki az ajtót, menj innen. Viszont én innen megyek. Megyek? Hát most hogy állok itt? Ennyi volt csak a kaja. Akkor még ennem kell. Én ütök! Te Lilusz, játszunk szilvásat. Gyere, játszunk szilvásat. Én ütlek, te Lilusz. Jó, akkor eszünk még.
És mi van, hogyha nem szereti a szilvát? Akkor beletelem a szájába, és szeretni fogja. Imi Kata, köszi a lúcot, hogy jó játékot kívántatok. Nem na, beletem, hát vagy? Ezt csak lerendezem, és akkor csak visszatérünk a munkához. Most már visszatérünk a munkához, a munkavilágába, visszaterelem magam, és... Ne. És maradunk a... Most már a trader is kinyitott, ugye 8 óra, akkor már simán. Hogy nézel ki? Hogy lehet így kinézni? Téged néznek a nézők, hogy nézhetsz így ki? Éhes vagyok? Vagy Axel éhes? Nem te vagy éhes, Axel? Szerintem mindannyian éhesek vagyunk. Hát én egy őzikét megettem egy magam. Azért az úgy milyen, hogy egy őzet mondjuk, ha úgy normál életben elkezdené lenni, akkor körülbelül egy család egy évig enné. Így van, Leon. Itt meg megettem, és még éhes is maradtam. Családi pótlék! Laci, kimújtál? Ennyi volt a stamina? Folyadékot pótoltam. A való életben. Hidratáció, ez finom. Vagy mi? Teszem hozzám, senki fáradt vagyok. Jó, én egy kicsit túléltem, de annyival... Fáradt vagyok, sokkal azért nem vagyok előrébb, csak egy picivel. Ó, tényleg, Laci, várja, mielőtt elfelejtem. Ó, köszönöm. Két ezer év múlva csak kinyílik. Nagyon köröm annak a lábújára, aki ezt kitalálta, hogy ez... Na de most gondolj bele, hogy kőbaltával szétütni egy acélszéfet, hát... Pinky, talán jössz be beszélni legalább, ha már játszani nem is, de azért beköszönni, nem jönnél be? Ámogatom az ötletet. Hát igen, ez egy kicsit nem kell reális, egy, de... Kell egy hölgy a csapatba, hogy a srácok moderálják magukat. Ja, ez csak egy fegyverre szerelhető lámpa. Szia, Pinky! Lámpácska. Szervusztok! Hello! Szia, Pinky! Éppen itt okoskodom, mint látszik. Mondd el szóba, mert én nem nagyon értettem, hogy na, mi van akkor ezzel. Akkor egy relációztozunk. Mondd el nekünk szóba. Tessék. Betettél egy linket, azt láttam. Volt benne egy kevés 7 mm-es, meg 9 mm-es. Pinky drága, mondd el szóba. 7 mm-es. Epic Games Store-ja most indul, és én azt találtam, hogy a Conan azt hagyják most ingyen ezen belül. Tehát letölthető. Na most én már játszottam a Paragonnal, ami szintén az ő játék, de az úgy volt, hogy le kellett először magát az Epic-et tölteni, és azon belül megjelentek játékablakok és fülek, és abban valóban volt olyan, hogy a Paragon ingyenes játék volt. És én elbírom képzelni, hogy magát a Conant is, mivel ezzel indult, és a Paragon például játék befejeződött, azt hiszem, ha jól tudom, áprilisban, de javítson ki a többi moderátor, ha rosszul tudom, hogy fölvettek egy ilyen reklámozási lehetőséget, hogy ingyenesítettek egy játékot. Na most náluk ilyen például van, hogyha nagyobb játékokról beszélünk, hogy az árk is elérhető, csak nem ingyen. Most én nem tudom, hogy ehhez ők szervert biztosítanak, vagy mit tesznek, de ezt szerettem volna megtudni, hogy esetleg más férfi jellegű, bocsánat, hogy így mondom, moderátor, hogyha ennek utána tudna nézni, mert én, mint szőkenő, én ehhez nagyon nem értek, csak találtam egy ilyen lehetőséget, amit a nézőknek felajánlani. Hát például az Epic Games-nek, ugye ténylegesen indul a launchere, ahogy mondtad, Pinky. Így és van. Most a december 14-től ingyenes lesz a Subnautica. Így van, és, tehát... két hetente lesz ingyenes játék rajta. Rendben van, de én ezt reklámoznám, hogy ez nagyon jó lenne a nézőknek, tehát itt a csatornán, hogyha föl lehetne menni és bizonyos ingyenes játékokkal. Akár ti is fel tudtok menni, ki tudjátok próbálni. Lehet azt is live-olni. Hát decemberről egy kicsit bolonduljunk már meg, ne ezt a vacak Alpha 17-et, ezt még egy évig live-olhatjátok. Na, mit szóltok hozzá? Na. De ezt beszéltük egyébként, hogy a Subnautica-t is fogják, tehát hogy azt
azt is le lehet majd, tehát én azt gondoltam, hogy például azt is, de... De igen, tehát lehetne persze mást is, igen. Csak valaki nézzen már utána, hogy most ez hogy van, mint van, vagy milyen lehetőségek vannak, mert lehet, hogy a nézők is szeretnék ezt letölteni. Karácsony előtt nem kell játékot megvenni, kedvezménnyel megvenni, hát ott van ingyenesen. És ha csak 10-12 nagyobb játékot letölt a kedves néző is, akkor... Igen, Mikey? Vagy Mike? Most jön le a Conan, nagyon szépen köszöni. Például már, tehát valóban le lehet tölteni, nagyon szívesen. Csak mondom, én szőke vagyok ezek a technikai dolgokhoz, de játszatok, játszatok, érezzétek jól magatokat, nézzetek bennünket. Én turizok, ne foglalkozom senki. Ezt hol lehet letölteni? Epic Games Launcherbe. Hát Fortnite aztán nem? Próbáltad a Fortnite-ot? Na, Fortnite-nak az a kliensről. Hol mész? Ne menj el. Na, az arra a kliensről van szó. Állj meg kislány, és mondom. Akár, hogyha úgy van, akkor live után, és ugye ezt hogy lehet elérni, mert azt tudom nagyon jó, hogy nem magát a játékot kell először letölteni, hanem le kell tölteni magát ezt a launchert, vagy hogyan nevezik, és azon belül vannak a játékok és az akciók. Tehát ez nem minden. Ne sikíts a fülembe, mert a másik szobába alszanak, nem kiabálnak. Hogy elszaladt? Semmi van. Na csak ezért akartam zavarni, majd jövök egy kicsit később, jó? 3 perc múlva körülbelül, mert 6 órakor ébresztenem kell, aki a szobában alszik. Jó? Na, sziasztok! Puszi! Hello! Na nézzük, most mennyit adott? Most is egy 20-ast. Laci, te se állsz a legjobban. Hát piszkosul rosszul állunk most. Volt megint egy őzike. Meg kívül haza kéne menni, mert nagyon sok hús van nálunk, nem akarom itt hagyni. Igen. Föl tudtál ugrani valahol? Kijöttem. Oké, akkor go haza. Még ezt a két majmot még lenyomom. Sündisznót csinálok belőlük. Ne, eltűnik a chat! Úristen! Egy kicsit terhelt vagyok. Túl terhelt. Ő kérlek szépen, Dani, ő Pinky volt, aki beszélt előbb. Igen, nálam igen. Kérdezők, ki volt ez a nő, aki itt beszélt. Pinky, ő Pinky. Ő egy fogalom. Na menjünk inkább. Ez a két nyomorultat még... Ó, ezek már kijöttek. Francba. Biztos azért jöttek ki, mert tudják, hogy ketten vagyunk. Ez biztos ennek nagy értelme. Laci, te nagyon busztolt vagy. Parancsolsz? Madár, valahol van madár. Jó van, hagyjál békén madár, megyünk haza. Igen, Márk, pontosabban írd le. Vagy gyere be és mondd el szóba. Ha nem vagy hangba jössz és elmondod szóba, de várjál, Márk ide nem tud bejönni. Mondjuk igen, lehet, hogy Márk, de akkor nyomok én, hogyha be szeretnél jönni, akkor mondj, hogyha szóba mondanád el, mert akkor rányomom a jogot, mert igen, most ezeket állítgattam, és lehet, hogy tényleg te kimaradtál, úgyhogy akkor mindjárt benyomom a dolgot, mert jobb, lehet, hogy neked is jobb lenne, hogyha szóba mondanád, csak megpróbálok hazavergődni ilyen túlsúlyosan. Viszek egy kis húsit. Nem az kellett még, volna annyit enni. Az még jó. Hát nem sokat adott, az a baj ez a sima, tehát megettem egy őzet, és még zörög a hasamba, tehát még tudtam volna enni bőven, mert 50-60%-ra ment fel csak az élet. De most viszek még egy őzet, de most már csak a húsit viszem, és valaki, aki kitanulta a mesterséget, az csináljon valami kaját belőle. Mi is viszünk jó sok húsit, nálam na, akkor... van. 33, Andrisnál egy picivel több. Nálam is egy 20-as. Na, akkor nagy parkban elkezdek kaját gyártani. Jaja. Van tojás is bőven. Együnk akkor... egy, mert az a baj, hogy a munkához is kell, és hát nem tudunk mit csinálni. Szia, Norbi. Szia. Ja, ott van a link, azért bedobta Márk. Szóval aki Fortnite-ozott, annak könnyű dolga lesz, mert akkor neki már megvan a launcher.
Hát, tök mindegy, mert azt... Ez egy külön regisztráció. Ingyen rá lehet aztán. Aha, oda is regisztrálni kell. Na, hát most egyet több vagy kevesebb. 504. Na, Dani, pont a moderátornak nem kéne is csinálni. Ez milyen... Hova tévedtem? Mi ez? Ah, de most nem megyek be. Vele lesz majd GT. Túl súlyos vagyok, de nem megyek be. Milyen messze vagyok még otthonról? Ott vagyunk már. Messze vagyok még otthonról, alig tudok menni. Most már messze vagy. Ja, igen. Ha másik irányba indulsz el, persze. Ez van is egy ilyen vicc, hogy jön a paraszbács, Gizike menne az állomásra, megkérdezi a paraszbácsit, jön lovaskocsival, hogy messze van innen a állomás? Ah, nincs olyan messze. Felülhetek? Fel. Mennek, már jó ideje mennek, Gizike megkérdezi, hogy na, messze van még az állomás? Há, most már nagyon messze. Jaja. Jó volt. Jó volt. Köszi, Leon. Na, nem örök, nem krákok, menjünk tovább. Mindjárt megfésülöm egy picit a macsétével. Valami szép fizurát csinálja neki, hogy azt mondjam, úgy hogy gyerekek, érzi. Úgy gyerekek, jártányi erőm nincs, ez nagy, nagy gáz. Na, Axel, gyere felém. És még teszek magam, még teszek a hátizsákomba. Axel, gyere felém. Feléd, én megyek hazafele, nem tudom, hol van a feléd, de én megyek hazafele. Ha megállsz vagy... egy helyben, akkor ott vagy, látlak? Igen, de én megyek hazafele, akkor is hazafele megyek. Állj már meg, akkor ha éhen, tiszt, nem tudok mást mondani. Akkor éhen haz. 40 méter, csak ide érsz. Most nem állok Esik. Éppen ilyen halás, nem állok. Ó, de jó, ez nagyon jól esett. Mondom, jól esett, az esik az eső tényleg. Itt a nap. Paprika Jancsi mosogat. Aztán megint képzelődik. Nem itt esett. Csak ha esik az eső és süt a nap, akkor van, hogy Paprika Jancsi. Mosogat. Megázik. Aha, igen. Magor nagy Osog. Csöndben van. Osog. Igen, eljöttem izélni. Izélni? Izélni. Rabolni, lootolni. Azt nem lehet kijutni. Észrevettem. Jártányi erőm, gyerekek. Alig bírok hazaérni, de most már... mehetsz dolgozni. Húst nem most lehet már hazamegyek, kirámolok, valaki húst főzzön, én meg csinálom, megyek olvasztani, meg minden. Na, hol utána... van az a kaja? Hol mondtad? Próbálok leszállni a létráról. Hol van? Andris, hova rakjam a húst meg a tojást most? Ide. Én beraktam ide fönt a tűzhelybe. Okay. A tábortűz melletti láda, az a kaja. Na most már azért elviszem a vasat. Réder, ez bácsi. Mi volt? Jézusom, mit csináltunk? Valakinek belebújtam valakivel. Axel, te is pakolt ki. Pakolt ki a zsebédet, most! Pakolnám, csak valaki odáll a tűzhely elé, és egyszerűen nem jutok hozzá. Ki az a valaki? Ki volt az? Hogy volt messze? Valami Andris. Biztos? És a másik láda, az mire jó? Az olyan mindenes? Na akkor... Az a kajás láda, ami bal oldalra van a tábor. Nem, de a mindenest azt akarom, mert oda rámolom ki a mindenest. Jó, ezeket meg átfelett, ugye, ezt elültetem lent. Ezt elültetem lent, de elám. Igen. Miért kapcsoltak ki? Na. Mert rakok be még követ. Ennyi a kis kertünk? Ilyen kis olcsó, kicsi, nem drága? Ez a kis, mi kis kertünk? Követ nem kell égetni egyelőre, mert nincs rá, betont se tudunk gyártani. Hát valaki pedig rakott be követ. Mivel hogy tudunk betont gyártani, de csak annyit gondoltam, ami az oszlopokat lesz, mert az egész alját ezt nem fogjuk betonozni. És ha oszlop kell, akkor legyen oda beton. Fú. Jaj. Fáj. Na, nem kell kitalálni. Nem, mivel van izé, mi az? Jó, és miért nem tudom berakni. Jó volt, Pinky.
Valamelyik kötök be tudja most már rakni a szerszámkészletet? Kohóba? Vagy még egyikünk se tudja. Ha gyártódik valami, nem tudod belerakni. Aha. Ki kell addig, törölni addig, az összes gyártásra valót, hogy tudjál valami. Na, én akkor erre teszek, mert én itt az a baj, hogy a fázom, akkor gyorsabban megy le a kaja, ha meg szomjas vagyok, akkor meg a pia feltehetőleg most is így van, mert az életben is így van. Úgyhogy erre csak tettünk egy kis... Mindjárt megyek, aztán menjünk a traderhez. Azért még simán elfutottam az árulunk kapun. Ebből, hát lehet, hogy ki volt számolva. Lehet, hogy én viszem is el magammal, és akkor ezt... Itt te csikitos néni. Szerintem viszem is el magammal, és akkor fogok tudni... Na, mi van? Mi van? Néni, maga Mohácsi. Most se tud mozogni, de mitől? Mi baj van? Vagy ez... Jó. Ez azért van, mert hogy túl sok vas van nálam, és nem tudok mozogni. Hogy Google... Nem, én googolok, várjátok már. Hogy googoltam én le? Mitől googoltam le? Hát, hogy a súly alatt... Nem véletlenül valahogy megnyomtam a kontrollt, vagy valahogy sikerült. Nem csak néztem, a szem is ott világított nekem. Na, hol is van ez a kis... Hol is van ez a kis hely? Ez itt, hát valahol itt abba az irányba kell szerintem, hogy várj, nem, merre kell menni? Észak-nyugat? Észak-nyugatra van a... Merre ástál Magor? Magor, merre? Elmész északnak egy picit a ház, a kereskedő mögé, és ott van nem messz. De egyébként megosztotta a helyét. Igen, azt nézem, hogy... Innen északnak. Jó. Tehát a házunktól, a bázisunktól éjszak. Ott van a kis vár, jól van, jövök. Köszi, köszi Hagan. És mitől vagyok elfáradva? Nem is csináltam semmit, csak próbálok itt... De hát, hogy pont azért, hogy elfáradva. Pont az volt a baj. Hát de nem, mert próbálok menni, és vagy ennyire nem tudok futni. Lehet. Na jól van. Na hát mindegy, ezt mérjük be, akkor próbáljuk itt kitalálni, hogy hogy legyen. A srácok, megyek vissza, és akkor csináljuk a helyzet. Valami küldit. Ki tudja, melyik nem tudom, hogy ez így mennyi lesz. Hát számoljuk ki, hogy mennyi lesz ez, hogyha ide teszem. Van egy kincses térképen. Valakit érdekel. Hát igazából, hát várjatok, mert ez úgy lenne, az lenne a... érdekes belőle, hogy... De én veled tartok, Magor. Ugye az lesz az érdekes ebbe, hogy ez... Megyek haza. Okay. Hogy ez ide, ugyebár ide kerül, tehát... Vagy nem ide kerül, várjatok. Nem jó helyre kerül ez. Ez így kerülne. Így. Ma nekem kéne menni kincset ásni. Róka? Igen. Így együtt kerülne, vagy így tegyük. Mehetünk. Az a kérdés, mert ez a másik blokk, csak de szerintem ez így jobb, ha itt van, mert akkor itt fognak, ahol a, ez jól esik. Ahol ez a blokk van, tehát ott fognak ugrabugrálni, tehát valószínűleg az úgy jobb, hogyha ide kerülnek ezek. Ez ugye fából van még, ezt majd fel kell upgrade-elni, csak... Valahol ki kell szórnom cuccokat, ahol lehetséges. Igen, és akkor itt kanyarodunk. Kanyar. Kanyar. Kinyír a kanyar. És azt terveztük, hogy ugye ezt lerakjuk először fából, és hát már akkor is elvileg működőképes, hogy leraktuk fából, de hát azért a tartóság szempontjából muszáj, mert ez azért egy-két ütés, aztán ennek vége van. Akkor mehetünk, Róka? Pillanat. Még. Oké. Okay. Én csak csináltam itt 50-et, de az vagy elég, vagy nem. Ja, ott szerintem tovább mentem egyel, szerintem biztos. Vagy nem? Pont elég? Kipakolom. Pont elég, hogy maradt is.
Oké, én is ezt csináltam, kipakoltam magamtól mindent, amit lehetett. Jó, viszont azért, ezt én, nekem ez nem kell. Ezt szét is scrappelem, mert ez csak a helyet foglalja itt nálam. Na, ez mondjuk egyszer jó volt, és akkor lehet, hogy nem is kellett. Tehát attól függ, hogy a belsőt, ezt miből csináljuk, ez a nagy harci kérdés. Lehet, hogy az is lehet, hogy a belsőt is... csinálhatnánk símarásból, és akkor annak is jó lenne az élesztése. Sőt, hát biztos is, és akkor feleslegesen szedtem szét. Nagy Axel. Hát ez most csak a külső része, de most a belsőt nézzük. Hát nézzük meg, hogy ez most hogy kerülne. Hát így lenne egy része, és akkor kb. Ha minden igaz, akkor igen. Tehát ez itt meg szóval akkor azt jelenti, hogy 1, 2, 3, 4, 5. Hát szerintem ez akkora lesz, mint a másik volt. Tehát ugye hát ez a, itt már kanyar van. Olyan, mint ide oszlopot is lehetne tenni, csak azért nem teszünk oszlopot, mert azt előszeretettel ütik. Szia Norvég! Bocsi, a múltkor meg nem is köszöntem, mert nem láttalak, itt voltál a csetemben, köszöntél, csak én szerintem nem vettem észre, de most jó, hogy megláttalak. Annyira tervezgetek itt, hogy megint nem olvasom a csetet. Na elvileg szerintem ugyanekkora volt az, csak akkor ugye ide tehetnénk, ide kerülnének az oszlopok, csak most ugye nem oszlopszerűen csináljuk, hanem egybefüggő... Meg azért, mert olvasom a csetet, mert nem ír senki, szóval. Egybefüggő... Írjatok már Andrisnak a csetre, mert teljesen maga alatt van, nézzétek meg, a depressziós. Az biztos, attól félni kell. Na tehát, ez körülbelül ugye ekkora lenne a dolog, csak ugye nem oszlopok lesznek, hanem ez egybefüggően rás, de hát ez szerintem ekkora volt a másik is, mert 5 van közte, 1, 2, 3, 4, 5, ugye plusz az oszlop lenne, tehát szerintem ekkora volt a múltkor is, itt voltunk közte, úgyhogy nem lesz nagy, mert ekkora volt, pont. Na és akkor csináljuk a rácsokat. Még, akkor viszont nekünk kelleni fog, hát ugye kelleni fog a síma. Melyik az? Woodbars, ez. Szia Norvég! Itt nálam is. Mindjárt ebből csak, akkor már nem csak csinálok még 50-et. Na még megnézem a másik dobozt, mert hát ne itt menjek. És ez, hát ahhoz, hogy az illesztés itt is jó legyen, akkor ezt megint így csináljuk. Mi ez a sok kégő zombi? Hát nem tudom, hogy ennek a belső bejáratát, mert ott ugye úgy csináltuk ilyen hetsel a múltkor, kedves egészségedre. Csak nem tudom, hogy annál találtatok-e ki jobbat esetleg, legyen valami jobb. Na, azt mondja, hogy víz van nálam, kajálni még nem kajáltam, pedig már igencsak vörösben vagyok. Na. Ó, de szép nagy tavat találtam. Hol van kaja? Nem tudom lerakni normálisan. Van már, csinálgatom. Ja, bent van a tűzben. Tehát már le, légy szíves. Oda. Szia, József. Szia. Gyönyörű ez a táj. Két nagy táv. És közül belehörögnek az arcodba. Szia, Norbi. Norbi bácsi. Ezer éve nem beszéltünk. Paska Norbi, megint rossz helyet teszem még. Jó, hogy na, ez a tök jó ebben, ez a második jó dolog, hogy elrontom, ez csak fából van, és nem azt most. Azt mondja, hogy akkor kell majd a kincses térkép, vagy van nálad? Persze. Kincsetársak, bemegyünk zöld malacos küldire? Én megyek veled, Magor. Csak nem tudom, melyik az a küldi. Hát mehetünk malac küldetésre is, mindegy. Jó, hát ha valaki tudja, hogy melyik az, mert én eddig csak ilyen lootolásos küldetéseket kaptam. Tehát oda verek neki egyet. Lehet, hogy ez magasabb tiernél. Menjünk malacozni, vagy menjünk kincset ásni?
De nekem ez a küldetéshez kell, szóval... És még üt egyet, látjátok, hogy üt még egyet a végén, hát megőrülök. És mindennek oda verek. Ott is oda vertem valaminek. Merre vagy akkor? Oda verek, oda verek, itt vannak a pulóverek. Benne vagyunk a csoportban, látszervileg. Igen. De egyél már valamit, mert mindjárt megpusztulsz. Egyben nincs HP-n, mert nem pusztulok meg. Tényleg tápoljál egy kicsit, Andris, mert ez így. Andris, ez nem a hosszú élet titka, amit te csinálsz. Na nézzük, nekem mi? Hát nem. Általában ilyen lootolgatósokban is szokott lenni sok-sok ilyen pahat. Supplies, supplies, clear zombies. Mi az a fetch? Nem tudom. Oké, okay, hagyom. Ilyen tapasz, ilyen nem ilyen javító valami. Márhogy, igen, nem tudom, akkor lehet hülyeséget mondok, de azok általában ilyen javító tapaszok vagy valami. Az a küldetésnek a neve, hogy fetch. Ja, hogy fetch, fet. Azt nem tudom. Fet, CH. Azt nem tudom. Én... Általában ott szoktak lenni, ezek a leckek. Igen, 2 kilométer van. Nem tudom már, hogy ezt hogy csináltuk a múltkor, de szerintem még, szerintem kell még egy réteget rátenni. Biztos is. És azután lehetne ezt kivinni a tetejét. Nem, vagy, ez valami shipmentet kér vagy nem, vissza. Nem úgy van, mert akkor viszont már nem tudnak, akkor nem verik be a fejüket. Nem, ez, hiszem, ez így volt, csak innen viszont kellenek, majd ez már viszont lehet, hogy innentől, most Magar nem is kell ebből több, hanem innen már most ad? Nekem... Fetch, fetch, clear zombie, fetch, fetch. Vagy hogy van? Meg gondolkozom már, hogy mekkorára is csináltam ezt a múltkor. Hát úgy volt, hogy itt két ilyen nyílás volt, akkor mégiscsak egyel magasabbra kellett ezt csinálni. Mert ez így nagyon alacsony, így nem tudnak ráugrani. Nem, de kell még egy réteg rá. Kell ide még egy... Oh, micsoda erkély. Most melyik? Na izéljetek már, hogy össze-vissza ugrál ez. Tehát nézzétek, össze-vissza ugrál. Akkor legyen másolás. Akkor csináljuk, de azért a clear zombie az hol van? Mindegy, csak közel, elég közel legyen az a lényeg. Ez az egy van és 2 kilométer. Akkor várj, megnézem én is, hogy nekem mit ad. 2,1 pontosabban. Uh-huh. Clear zombie 6 kilométer. 4,5 kilométer, akkor a tied a jobb. Azt elvállalhatjuk. Akkor még egy kör. Mindjárt elkezdjük. Na most ezt kéne utána felfejleszteni. Hát hogyha viszont közben megtámadnak, akkor az egész ugrot, mert leverik itt az egészet. Ha itt közben jön egy támadás. Hát tudtam, hogy rossz helyre teszi. Mi az dél-nyugat? Ez fából van még ugyebár, de hát ezt akarjuk felfejleszteni. Megyek a rózsaszín pötty után. Jó, mondjuk... Beestem a vízbe hozzájuk! Hogy állunk? Egy darab van, az nagyon kevés. Akkor ebből még csinálok egy pár darabot. Róka, van egy szörnyű hírem. Na. Fordulhatsz vissza fele, mert megvan a kincs. Az meg. Mit találtál, Róka, csapdát? Nem, vizet, meg csomó konzervet. Nem rossz. Ezért rohantam én, mint az őrült. Jó, ez elvileg akkor ez így jó is. Nem számoltam össze az előbb, hogy mennyi kell. Na, ezt viszont akkor tényleg ez most nem kell. Figyelj, még emeltünk vadászni is. Ebből középrázsból kell, viszont nekünk most sok. Ebből kell majd sok. Viszont, ja, összesen ennyit tudok. Na, nem baj. Akkor még egy kis fát is kell vágnom. Mégiscsak sok, kami sok. Hát még tudod, egy kis fát is kell vágni. Akkor a kincskereső térképemet, és akkor most azt ássuk ki. Jó, benne vagyok. Igen, csak én is gondolkoztam már, hogy hogy is van, de hát majd minél többször ez csináljuk, annál jobban fogjuk ezt tudni, Norvég. Ha, abban mi van? Csont, meg hús. Ja, ez a romlott húsos. Aha. Na most viszont azt terveztük, szia, napcsapat. Egy csont, egy ragasztó.
Hát, jó, nem tudom, ez egy hülyeség amúgy, hogy ez, amit Viking is mond, hogy ne nyomjam annyit, de hát most, amikor ugye leteszek valamiket, rakom le, tehát mondjuk egy claim blokkot lerakom, csak az van a kezembe egy claim blokk, rakom le, és hogy lerakja, abban utána még beleüt egyet. Tehát olyan érdekes dolgokat csinál, tehát ilyen plusz dolgot üt a végén, és ez valami ilyen kis programhiba ez szerintem biztos. Elkezdi a mozdulatot, és azt már be kell fejeznie. Igen, és akkor végén lerakom a rácsot, mindig odaütött a végén, amikor az utolsó rácsot tettem le. Tehát ilyen nagyon érdekes. Na most már tényleg esik. Most is ütött egyet, de hát én már rég abba hagytam. Na ez meg egy ilyen szellemfa. Ez is szellemfa, nincs is ott, hurrá. Na és akkor mennyit tudok most csinálni? Akkor még... Tegyük fel, legyen 50, és akkor megyek is vissza. Megpróbáljuk még ezt a fát, hát aki tudom minden ütni. Itt van egyáltalán, vagy nincs? Ez itt van. Oké, okay, random, köszi, hogy itt voltál. Szevasz, Lajos! Ja. Ebből a fából lesz egy vaskarika, ez így van. Ez, ugye ezt a fát akarjuk majd felupgrade-elni, tehát így jól néz ki, vagy hát úgy néz ki már, mint hogyha egy rendes hordváról lenne, de sajnos ez még fából van, és ezt ugye azért találtuk ki, hogy most Forged Iron-nal fogjuk upgrade-elni, mert hogy hát most is többször mellé raktam például, és ugye múltkor nagyon vigyáztam, úgy felépítettem hordavárót, mondta is Miklós, hogy olyan hordaváró nincs, amit ne roncson el az ember, ne rakjon néha egy blokkot félre, de tényleg az sikerült úgy megcsinálni, hogy egyet se raktam mellé. Viszont tényleg nagyon könnyű mellé rakni, és akkor hát nem is erről, a másik dolog az pedig tényleg az, hogy ezt tulajdonképpen ezt leteszteltük, hogy ebben a formában úgy, hogy fa is tulajdonképpen működőképes. Csak viszont abból a szempontból gondoltuk ezt, hogy mégis ezen változtatunk, mert azért csak meg kell erősíteni, tehát csak nyilván vasból kell, hogy ez legyen a végén, tehát ez így szép meg jó, csak hát azért néha csak megütik, még a vasat is a múltkor valami, egymást akarják ütni, vagy valami, nem tudom, de néha csak elkezdik ütögetni. Na ezt akkor itt viszont elkezdem valahogy oda kivinni, ezt ha kibírja, jó lenne, ha kibírná. Elkezdjük valahogy most már lerakosgatni. Így, és ezt most ide, meg tudod csinálni. Ez ennyi? Ja, ez biztos így van. Most elvileg most már nekem innen leszállhatok, mert ezt most már innentől kellene, hogy tudjam csinálni. Axelának a székeit elhozzuk. Igen, az lesz a kérdés, hogy ezt így, hát a vas az biztos kibírná, ezt reméltem, hogy ez is, de ez még szerintem egyel, ja, az a kérdés, hogy mert ezt még egyel kijebb kéne hozzam. Na itt dől el a dolog, hogy ez most a fa ezt kibírja, vagy nem. Amíg egyszer próbáltuk már, akkor kibírta. Egyszer csináltuk, akkor kibírta. Na, ugorj már be, Zsolti, gyerünk. Nincs sok nyílveszőre való se. De dobok én neked nyílveszőt is, ha kérsz. Hát azt kértem, aztán kész. Okay. Meg van néhány szabad tollam, 30. Tollakat azt majd összeszem. Nem. Oké. Okay. Csak nekem itt foglalja a helyet, mert én nem olyan többet csinálni egy darabig. Ez magasan van. Ez nem jó így. Magasan van. Valamit elcsesztünk, gyerekek. Ez nem jó így. Az nem jó így. Tessék. Mit rontottál? Nem, ez így. Hát ez magasan van. Én nem ütöm bele a fejemet.
Hát itt benne kéne, hogy üssem. Hát itt én be tudok még jönni, ez így nem jó ez. Valami nem jó, ez túl magas lett a dolog. Túlságosan magas lett a kérdés. Ne! Farkas! Túlságosan magasan vagyunk. Messze vagyunk még magas. És hogy lett ez magas? Hát szerintem igen, mindjárt megmondom. Vagy pedig mégiscsak ebből le kell szedjek 8, egy réteget innen. 80 méter. Vagy mégiscsak ez túl magas lett. Kilométer. Szerintem ez túl magas lett itt. Hát mindjárt kipróbálom, most már teszek ide egy párat. Próbával, hát, de ennek gyanús, hogy ennek így kellene, hogy legyen. Na, ugye ki is próbálom. Oda, ide. Elrakunk valami pontot. Bejövök. Ennek így kellene, így van. Tehát ez egyen magasabb lett. Róka, vigyázz, hogy erre felejössz, van itt a környéken egy farkas. Egyen magasabb lett, mint jó. Ahogy szántuk ezt a kérdést, ez így nem jó. Úgyhogy le kell bontjuk. Le kell bontjuk, kicsi édeskét. Kardi. Valahogy innen leszedjük. Ezt egy rétegbe, hát igen, csináltuk úgy, hogy egyen magasabb, mert igen, tehát abban igazad van, hogy lehetne úgy is, igen, hogyha ezt így meghagynám, mégis lehetne úgy is csinálni, csak ugye volt egy ilyen alacsonyabb változat ebből, tehát a második változat az egy alacsonyabb változat volt, és az igen, mert tényleg az zavart engem is össze, hogy a legels, tehát ugye kétféle hordavárot csináltunk a múltkor. Az egyik az ilyen magas volt, és itt a szélén csináltunk még egyet, mert igazad van, hogy az azért került oda. Viszont a másodjára meg egy egyel alacsonyabbat próbáltunk ki, és tulajdonképpen az is elég lenne nekünk, az egyel alacsonyabb. Elkaptad, vagy elment? Elment, tulajdonképpen, és ezért... Igen, csak az anyagtakarékosság szempontjából jobb, hogyha egyel alacsonyabb eleve, mert akkor hát ugye kevesebb vas kell hozzá. Tulajdonképpen ez a... Na. Nem. Üssük szét. Egy irányba mennyi, te szerencsétlen őzike. És ezért lett ez elrontva, mert csak egyel alacsonyabbra kellett. Ja. Szerintem egyet leszedünk belőle. És ez valahogy úgy kéne, hogy ez, ha le tudna innen szakadni, az lenne a legjobb. A csetád működik? Csak lefog. Hát nem nagyon. A végét rúgja. Csak le fogom szakajtani innen. Már a csíkot nem látom. De nem baj, mert van egy ilyen buzogányom. Milyen jó bírja ez a rács, mi? Ez még mindig nem szakad le, pedig már alig tartja valami. Most azt várat, hogy leszakadja? Uh-huh. Szerintem mindenki azt várja. Lehet. Igen, de ezt innen, ezt az egész felső réteget le akarom minden szedni, és egyel lejjebb tenni az egészet. Tehát, úgyhogy inkább nem is azt ütöm, hanem ezeket ütöm innen, és akkor szépen le fog jönni. Egyen lejjebb csinálom, tehát abban a színben csinálom, mint ahogy ez a rás van, tehát ez innen lekerül, és kicsit alacsonyabb lesz az egész. Igen, ez a második változatban már ez készült, és azért is gondolom én ezt, hogy ezt úgy kéne. Na most ment tönkre. Soda kerüljön rá. Hohoho, nézd meg mi van benne, mindegy most már. De az a jó, hogy legalább fából van, és ezt azért csak nincs semmi értelmes eszköz, amivel lehetne ezt. Aha. Melyik az adatű a liter? Hol a madárja, ott magas. Van madarkánk. Ez az ajtót, az egy más kérdés, hogy azt itt majd itt hogy kell megcsinálni, hogy itt hogy megyünk be, de ugye hát ezt is egy a... te madarad akkor. Ezt is valahogy itt máshogy kell majd megoldani. Ide kell majd valami ajtó. Magornak van madara? Valami aha, majd meg kell látom, oldani. Csak... Ez nem egy érdekes madártip. Na most. Hurrá. Még 200 méter. Az jó. Gyorsabban
Hoppá! Még ott van valami, de jó. Még itt is van valami. Mi volt benne? Még itt is. Szegbelövő meg papír. Ah, szegbelövő az jó. Hú, de jól néznek ki, hogy elvileg most is lépkedek itt valami. Aha, jó van. Papír van, papír van nálam is, akkor azt odaadom, jó? Jó. Hát, jó, de éppen akkor ezt is szétütöm, mert akkor viszont oda majd valami ajtóféleséget kell csinálni. Inkább én adom oda, van helyet. Van, igen. Hát berakom a többi közé a stackbe. Ej, de imádom az ilyet. A madarunk az nagyon ránk szállt szerintem, most már én is látom. Az nem kész. A munkás ember megszomjazott. Amint te? Ja. Hát majd ha lejön ide az arcunk majd a... És üt egyet. Majd ha rászáll a frizurádra na, majd és akkor ezt is még innen leütjük. Egyel alacsonyabb lesz itt minden. Ó, basszus, ide jöttünk? Igen, úgy néz ki. De hol van ez a... Rácson keresztül végülis nem... Szerintem, tehát nem tudnak átütni a rácson, szerintem. Na fújjuk ki magunkat. De abban igazad van, hogy lehet egy ilyen kérdés. Egy valami motoszkálást már hallok. Az biztos, a másik, mondjuk a másik hátulütő esetleg meg... Hát igen, még most akkor átgondolhatjuk, mert nem szedtem le az egészet. De a másik hátulütő az mondjuk az is lehetne éppenséggel, amit írtál, hogy itt esetleg alacsonyan lesz, és akkor igen. De a másik az meg az, hogy viszont, hogyha alacsonyabb, akkor nyilván egymás hátára állnak, akkor könnyebben felugranak a tetejére, akkor meg a tetejére kell tegyünk valamit. Tehát még az is lehet, hogy tényleg vissza lehet visszacsináljuk tényleg olyanra, ahogy voltunk, de akkor legalább duplán dolgozunk. De lehet, hogy tényleg olyan szempontból jobban magasabb, hogy te tényleg a nehezebben, mert ezek ugye egymás fejére is képesek ráállni, és akkor képesek felugrani a tetejére. És hogyha magasabb, akkor nem tudnak felugrani. Tehát még az is lehet, hogy... Oké, az már nincs ott. Jó, akkor ezt itt most feleslegesen szedtem le meg, mit tudom én, de akkor ezt csak visszacsináljuk. Akkor visszacsináljuk, és akkor csak magasabbra csináljuk egyel. Igazatok van, együttesen kitaláltuk a dolgot. Hajrá, Axa, gyerünk! Biztatlak! Akkor még kell egy kis fa. Tehát azért jó így fából, mert legalább... Igen, azért jó. Tudom, hogy hármas sor, ott már ugye igen, tehát az már ahhoz képest. Azért is volt az úgy belőve régen, csak csináltam belőle egy újabb, alacsonyabbat, de hát ugye most mindegy olyan értelemben, hogy az alacsonyabb, majd tehát a három blokk magasra is, plusz a, ugye a negyedik, arra is felugrik még simán a zombi. Madár. De végülis jó, hagytam magam meggyőzni. Csak jönne lejjebb a nyomorult. Na mi van? Üssed! Miért nem? Ja, hogy tönkre ment. Oh man. De tönkre ment. Kiszedte már le? Valaki leszedte Malkonent? Márkon kívül? Nekem lent van. Nekem mondjuk nekem is megvan amúgy, tehát nem azért. Axel, van valamilyen lövőfegyvered? Van pisztoly, vadászpuska, soti is volt, de azt már beraktam a ládába. Mindjárt kapsz valami ajándékot. Üres minden. Csak egyszer találjanak meg a napon. Jó, akkor viszont tényleg visszacsináljuk ezt az egészet, amit ide csináltam. És akkor ebből csinálunk... Hát mennyi kell ebből... Nem kell olyan nagyon sok, amennyit én majd itt óvatosan csinálom, mert nem kell ebből annyira nagyon sok. Jó, lesz itt még egy, ugye? Mondjad, Magor! Két madárka is rám. Igen, láttam a másodikat is.
Na. Közben kaptunk vendégeket. Return to trader, talk to trader. Ennyi volt. Na, tedd oda. Na. Meg kaja neked, miért van kaja? Parancsolsz? Kaja. Van kajám. Kérsz? Nem, van egy konzerem, akkor azt én eszem meg. Ő hoztam magammal egy ilyen sonkás tojást. Na jó, akkor ezt így visszacsináltuk. Meg akkor még ide is teszünk. Föltolja ezért is. Meg még ide is teszünk. Meg van snowberry, mi ilyen vésztartalék. Halad ez, egy darab maradt feleslegesen, ugye azt hiszem, hogy mindenütt megvan már. Úgyhogy és akkor most jöhet a tetejére. Na, talk to trader 2 kilométer. Jaj, de jó, mehetünk. Szóval lehet, hogy lentről kéne csináljam. Na. Itt nem rosszabb fentről. Hát disznó nem volt sajnos. Csak disznó sejtő. Már Hofi is megmondta, hogy malac jön a disznóból, disznó jön a kocsmából, úgyhogy mindenek a kocsma fele, mert ott lesznek a disznók. Kaptak még kajcsit? Kajcsi, kajcsi. Így van. Amikor elsőnek bejött az Alpha 16, és még csak videókat láttunk róla, akkor még a kesejük is rendes húst adtak, nem? Hát végig is adhatna rendes húst, mert mégiscsak egy élő madár. Nem, nem, a kesejű az már, hogy mondjam, zombi. Az első rilisnél... Jó, hát most ilyen értelemben, igen, hát a kutya is az, de attól lehetne. Már zombi húst adott, igen, csak a videókon, amiket mutattak, hogy milyen lesz. Na, a videók hazudnak. Persze, mindegyik. Hát azt mondják, hogy milyen jó lesz, aztán milyen rossz lesz. Te annyira rossz, akkor miért csinálod? Azt is mondták, hogy egy csomó jó igen, dolog igen, lesz, folyik, házak, addig találunk hármat. Meg amit hát mutatott, hogy beszakad a... az emelet, azt lemész a pincébe, hát az se, olyat se lát. Axel, hányos pisztolyod van? Hát, 2-es, de eléggé leharcolt. Nekem inkább javítókészlet kéne a puskához is, meg a pisztolyhoz igazából. Azok nagyon... Ahhoz ragasztószerleg kéne, meg olaj. Ja. Hát, de még... Kéménytől jobbra van 2 láda. Abban van olaj is, meg ragasztószerleg. Hát, találtam én is, csak még nem csináltam ilyeneket. De majd csinálunk. Azt az őzikét így is egy lövéssel ki tudtam nyírni. Az jó, szerencséd volt. Tasszasra szeretett. Még nem is tettem annyira semmet rossz helyre, vagy igen? De rossz helyre tettem. Hát azért a medve így kettőnkre az egy kicsit húzós lenne, de... Hát nálam van vadászpuska, nálad mi van? Andris? Is, nem tudom merre csavarogsz. Most vagyok melletted. Csak egy olyan kérésem lenne, vagy kérdésem, meg kérésem, hogy van valamilyen kis upgrade-elő szerszám a... Most hozom a izét. Köszi. Csak igen, tehát amivel könnyebben lehet, hogy könnyebben fel, mert itt azért kell upgrade-elni majd egy párat. Mit engem most itt? Most találtunk egy szegbelőt. Te nem állni ide, igen, ez már eltűnik. Ennyire. Milyen jól mennek neked a sistergős szavak, Magar. Igen. Az. Azt vedd fel, mielőtt eltűnik. Mi? Jó. Mindig lejtőn lefelé kéne menni. Jaj, kösz. Jó, gyors vagyok. Nincs mit. Kaja van, vagy hozzak azt is? Micsoda kaja? Hát nekem nem nagyon, én nem ettem a sonkás semmiből, azt az egy kis valamit pitét ettem, amit adtál. Nem ajtette. Én csak hoztam a húsit, de nem ettem. Jó van akkor. Fa nincs nálad úgy
dögivel, véletlenül? 526 fán van. Miért? Az jó, mert nekem most az Isten fája nem elég, tehát itt csinálom ezeket a rácsokat. Várja, adok 300, az nem érklárok fel. Az jó. Jó pofa darab lesz. Az már tuti jó. Tessék, ennyit kaptam. Áú, mennyi szemetes zsák. Nagyszerű, köszi. Ezért nincsenek, nem tudom honnan szerzünk nagyobb mennyiségű olajpallát, az a baj. Hát... Én a sivatagból jöttem délről. Bírni fogja ez a fa? És ott van sivatag. Csak ugye a másik pályán is izé... Centered, és akkor ebből, hát még tuti, hogy kell, mert még a belseje sincs kész, tehát tuti, hogy kell. Igen, hát már egész jó haladunk. Hát ha van alapanyag, akkor lehet haladni, csak éppen ez még csak fa, az egy nagy baj van, de... Hányan van meg? De már 5 óra. Akkor most ezzel ne foglalkozunk? Meg Andris, még esetleg, hogyha készült, esetleg kovácsolt vas, az is jöhetne, mert akkor így csinálnánk. Meg a kohóban vannak... Én is szeretném megérni belőle, mert a macsétém az tönkre vágódott. Hát, ahhoz acél. Van egy rossz hírem, acél kell ahhoz, hozzá. Igen, ez sajnos. Hát akkor ezt egy darabig félre rakom. Jó, ez így, jó. Hát majd, ha azt mi hiszem. Van, holnap negyedik nap, megnézzük a... Hogy... Na, megnézzük a trédet, van-e nálam már izé. Most acél. Néztem, nincs nála. Most nincs, azt tudom én is. De hogy holnap lesz. Új portékája. Jó, az elvileg viszont most már így kijött minden, hát most már upgrade-elni kéne csúnyan, csúnya erősséggel. Hát nem a sebzésre van szó, hanem a... Kéne upgrade-elni. Ennyit harvestella, vagy mit csinál. Ja, a félre rakom akkor a húsbontásra. Ja. És akkor itt belülre is még jöhetnének. Átszett kapja az XP-t. Mire fel? Most töltem meg egy zombit. Jó, itt maradt egy kis rész, itt majd nem tudom, majd meglátjuk itt, hogy hol lesz a feljáró. Jó, és akkor ide majd még kell, csak ezt már majd az upgrade-et rakom rá, mert nem biztos, hogy elbírja ez. Úgyhogy... Biztos vagy benne? Leellenőrizted? Hát ezt eddig kibírja, csak ezt majd a plusz, mert ide kell egy réteg, hogy ne lehessen ide kibejárkálni, mert most a zombik is átugrálnak így, tehát ide kell majd. Igen, hát ezt Miklós azt mondom, hogy nem teszek ide még egy sor, tehát azt majd a legvégén, igen, azt egyre gondoltunk. Ez kajás volt valami, nem? Na jól van, és akkor hát mennyi van itt nálam? Mondjuk van nálam 452, hát elkezdek itt upgrade-elgetni. Mennyi, mi lesz ebből? Az, és ez már itt vas lett. Csak kéne valami gyorsabb upgrade-elő eszköz. Már hozzák a srácok, nyugodj meg. Meg vas is már. Kéne még. Addoljak néked vasat? Hát kovácsolt vasat, igen. Ja, te vagy itt baloldalom? Megcsinálhatod te is az upgrade-elést, a gyorsabban haladunk, aki tudja, nem muszáj nekem ide adni. Ott is vágy megötted, miért nem azt csapod le? Oh! Igen, úgy tűnik, hogy a hátunkon nincsen szemünk, úgyhogy egymásnak kell figyelni. Te hogy jutottál be ide? Köszi a 505. lúcottség barótól, és Márknak is köszi. Válasszak, nekem minden kell.
A másképp nem tudom téged támogatni, mert támogatom téged lootszal. Ja, mondjuk itt ugye a legelső, azt nézem, hogy hát örülök, hogyha ezzel a vasmennyiséggel ezzel körbeérek, amit itt most csinálok. Áú! Madárkát hallok. Ká, madárká? Valahova bevasszárolva. Laci, akcentussal. Madárká. Akciótentussal. Na jó, ja. Van, is kezdek fáradni, már jó van. Nekem csak most kezdődik igazán. A feliratkozást, nem látom még ki volt az. Ó, én még klikkerezek majd egy kicsit, hogyha itt vége a bulinak. Ferencnek, köszi szépen. Ja, de hát ne ugyanazt csináljuk, már te, Andris. Tegnap itt volt, vagy nem itt volt, valaki hátulról bement. Nem itt voltak a kakszerű? Hát nem, mert itt fönt még minden megvan, úgyhogy... Jaj. Ennyi volt, odaadom akkor az utolsót, kész, ennyit tudtam hozni, ennyit tudtam agrédeni, szia. Ennyi fért ki. Jó. Eltörtem láb, meg kell javítani lábat. Azt hogy sikerült eltéled? Talán látásért felelős ital. Nézzük, mennyi maradt még? Az a kérdés. Hogy mentél fel? 157, és talán ez a sor maradt ki. Hát az lehet, hogy pont ki fogja adni. Csak aztán el is fog fogyni, úgyhogy a felső részhez ahhoz viszont kelleni fog még. Sőt, hát az oldalsó részhez is. És ezt nyugodtan végig rohanhatod, itt nincsen semmi, mehetünk még egyel följebb. Bár a felső részt, azt, hát igen, az az érdekes, hogy az lesz az érdekes, hogy vajon... Hogy találtál te itt? Na ezt még majd átgondolom. Mert az is lehet egyébként, már Miklóssal ugye visszatérve erre a kérdésre, hogy viszont hogyha ugye úgy csinálom meg, emlékezzetek vissza Redinek is a Redlandia feliratára, amit ugye csináltunk, hogy így egy rétegbe a fa az gyenge, tehát itt ám valószínűleg utána már leszakadna, de hogyha több rétegbe teszem egymás alá, akkor viszont kibírná. Tehát hogyha én most csak nem akarom letenni, de hogy lássátok, tehát hogyha ide tennék, tehát egész innentől kezdve, ugye az érintkezik, oda is érintkezik, és az innentől kezdve hoznám idáig ki, akkor viszont valószínűleg elbírná még a fa is, valószínűleg. Ó, hogyan? Hogy állunk, még van 77, és most nem látom már tiszta. Hogy most mi a fa, meg mi nem fa. Hát szerintem ez még a... Igen, ezek már itt... Ez már vas. Szupi kis vasacska. Csokolom. Osztorolt, gyere hátra! Okay. Jó, ez már mind vas, és akkor viszont tényleg, hogy hát 57 ezzel nagyon messzire már nem tudunk menni, viszont azt ki lehetne próbálni tényleg, hogy így simán két rétegbe kihúzzuk, mert annak, tehát legfőképpen ugye ezt szokták ütni, ami itt alul van, hát nyilván felül is, de legfőképpen ezt, mert felülre ott meg csak a fejüket beverik és ugrálnak, azt, és hogyha én most csinálnék még, középrácsot, mennyit az csináljak itt mondjuk 15... Ötten pattantak ki. Hirtelen. 31, 60 darab. Itt van egy rejtebb durván. Most csinálok egy 5... Annyit nem is tudok csinálni. Andris elfogyott. Micsoda? Rejtett megint szemét. A fa elfogyott. Nincs benne semmi. Jó, na csinálok még. Mondatom az összes fát, de hogyha az sem lesz elég, én nem tudom mit csinálok velem. De kéne még vágni fát, csak nem tudok mindent én egyedül. Jó, mindjárt kapsz rá, csak megjavítom lád. És akkor, hogyha ezt én most itt kivinném... Ó, találtam még egy macsétét. Na, hogy tegyem oda? Hogy? Nem hajlandó letenni. Hát ez már... Na, de ez... Zsákány gyanús. Hát mindegy, kipróbáljuk, ha leszakad, akkor leszakad. Akkor ez van. Nem azért, hanem... Ugye ezzel duplán kihozom onnan. Láfa? Nem szállamfa. Így duplán, mert az duplán ugye erősebb. És viszont innentől viszont már ez védene.
De várj, ez már a visszaút maga, innen jöttünk. Lépcső lefelé, aha. Honnan akkor... jöttünk? Erre. Itt hiányzik egy, hiányzik bizony. Szerintem ezt az ajtót látom a itt még mibe tudunk jönni? Ja. Nem, itt van egy. Nem, fölfelé kell menni, az jó. Azt is bebugolhatna az egyik fel, és akkor várnám egész nap. Remélem, hogy véletlen volt. Ezt már lehet, hogy megcsinálták, hogy ne lehessen olyan. Igen, neked köszönhetően, igen. Mert te ellene voltál a végtelenségi. És az emelyik is jól megcsapodlak. De rajta adatom a fát. Kajálok egyet. Hát vagy nagyon jó lesz, vagy nem. Jó, na, meglátjuk, hogy leszakad-e, de elvileg most már, ha így nézzük, akkor ennek meg kéne, hogy álljon. Viszont csak elfogyott a fám. Tessék, itt van. Thank you, sir. Most tudok itt csinálni? 76-ot, akkor csinálok 50-et, annyit most már nem csinálok. Legyen... 25. Nem, most azon gondolkozom, legyen 30. Hoppá, 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 menjünk vissza. Na. Nem tudok. Mondjuk több hajon kell, hogyha 30, mert ezt csak a szélét számoltam, de most nekem ugye telibe kell, vagy hát itt már akkor mennyi megy, három sor megy, akkor tehát több na, kell. Na mi van, most meg elmenekültek? Fölmenni föl tudok, de... Hát ezek nem normálisak. Biztos azért agyatlan zombik, nem? Jó van. Szia Ferenc, chaten is. Köszönöm, hogy feliratkoztál. Érezd jól magad itt a csatornán. Csak akkor azért munkában vagyok itt, hogy nem nagyon tudom nézni a chatet, mert egyszerűen annyira logikázok itt, meg nézem, alig látom a rástól a rácsot, hogy most hova is tegyem. Múltkor meg azon csodálkoztam, hogy én hogyan tudom nézni a chatet. Na? Hát azon én csodálkozom, igen, hogy te nem is azért, hogy te nézed, hanem ahogy megjelenik egy írás, te már egyből látod és válaszolsz. Tehát te olyan szinten nézed, hogy mintha csak azt néznéd. Szóval azért csodálkoztam, hogy nagyon nézed. De ez tényleg le a kalappal, mert tényleg. Megint elfogyasztottam el, bizony. Andis, kéne még. Kéne még. Átdalok néked fát, csak megint messze, nem vagy messze. Hát jó lenne egy működőképes hordaváróval lennénk már itt. Köszi! Én! Ez, ja igen, hát ezt nem lehet itt közelebb, igen, itt van egy kis... igen. De mit mondtál, nálad van a papír? Nálam papír. Most már én is kezdek egy kicsit tele lenni. Na várj, de csinálok a menjé. Gyere. Merre volt a kijárat? Na menjünk haza. Nem tudom, valami 15. Nem erre, gyere vissza. Már kint vagyok. Ja. Összejött a valamit, tuti. Kint, nem igen, vagy kint. A... Nézd a földre, mert eltűnik. Sasfészekbe... Hova? Hol? Ott láttad. Föld. Kidobtam az összes fámat, ne hülyítsé. Oké, kint vagyok én is. Jó. Már felvetted. 17. És kell még. Igen. Kell még, úgyhogy még csinálunk egy keveset. Ki meg annyira tele vagyok? 7 óra van amúgy is. Hát ez hihetetlen, hogy megint rossz helyre tettem. Hova tettem? Nem is látom. Vagy mégis jó helyre tette? Jaj, itt valaki drága. Mindjárt leütjük ezt. Nem látok majd a rácsok között. A rácsoktól nem látom a fától az erdőt. Egy konzervet. Még egy. Azt a... Jaj! Márkem meg kaja volt a kezemben. Mit találtatok? Kadarkákat. Kiszaladtunk a tetőre. Szia Enigma! És kb. 15 madárkát riasztottunk fel magunkra. Nem is gond, mert... Enigma, nincs kedved bejönni? Hogy fáradt vagy? 27 HP. Szia Márki, hát fát ütünk Axelnek, hogy haladjon. Ja, de... Ne essünk oda csavarogni.
Hát jó, csak már, hogy működő képes legyen ez a vacak, hát muszáj lenne már valahogy valamennyire befejezni. Nem sok híja van már. Mehetünk. Kajapia kell, na, vagy egy meg is nézem, mert fú, egyszerűen rácsaptam, nem látom, hogy mit csináltam meg mit nem. Futni nagyon nem tudok, várj, egy kicsit megpróbálok valamit rendezni. Ez fából van. Kérsz tollat? Van 32 tollam kalákában. Megsasoljuk ezt fentről nem is. Nem kell, 205. Add ide, csinálok belőle nyílvesszét. Van két stackem, de... Fú. Miklós mondja a térlátás, de hát mint kell. Egy Vazarelli festmény, már olyan tényleg a sok egyenestől, meg derékszögtől ez a sok rács. Többit nem akarom eldobni, úgyhogy szépen menjünk akkor. Menjünk. Akkor és ilyen. De mi van nálad? Üres üveg? Üres üveg van. Én azt mondom, hogy... Vagy hol vagy? Azt mondom, hogy itt lesz a feljáró, az jó. Itt van egy fészek. Jó, kitaláltam, hogy ott lesz a feljáró. Kellene egy... Tojásod van? Mit csinálnánk egy olyat, hogy... Tojásom van. Nem, bár oda lehet, hogy kőből kéne eleve. Mindegy, akkor nem csinálok még ilyen lejárót, meg feljárót. Koszos víz. Egyenlőre. Koszos vizem nincsen. Egyelőre nem foglalkozunk vele. Azt kidobom, azt nem kell semmire. De jó, oké, akkor azt kidobjuk. Romlott hús. Azt hiszem kidobtam, nincs. Jó, ragasztószalag. Jó, az elvileg van. Itt már ezt fogják csinálni, ha ide jönnek. Az nincs. Nitrátpor, ólom, az műanyag. Nitrát van, meg mi az fekete szél. Vagy így, én sem tudok bemenni, tehát lehet, hogy csak meg kéne, hogy csináljak bent egy... Mennyi fán van még? Réz. Hát egy nagyon kevés. Lehet, hogy mégiscsak csinálok már ott egy kis... Nincs. Fájdalomcsillapító, elektromos alkatrész. Feljárót. Vasnyílhegy. Ide, itt a luk. És papír, akkor csinálunk egy ilyen... Az sincs. Akkor csinálunk egy ilyen... Nem tudok ilyet csinálni. Ennyi van, ezt vett fel, ami a fészek. Szuper, ja, hogy ez csak ilyennel lehet. Fű, akkor nem csinálunk. Na és még egy helyen van. Viszont ilyet helyen, lehetne csinálni. Jó, de nem csinálok. Akkor maradjon az, hogy lesz jó, egy... Akkor viszont majd szétverjük utána, de nem érdekes. Akkor lesz egy sima... Sima ilyet csinálok. Ezzel csináltam is a trédet. Hát most tulajdonképpen elég lett. Elég lett. És akkor itt csinálok egy... létrát. Kaját. Létrát, hát opá. Üveget eldobjuk. Rony se kell. 3 létra fok. Talán elég lesz. Na. Ó, mindjárt jobb. Na, le is jövünk ide. Le is jövünk, megnézzük alulról. Jó, és akkor elvileg most már így jó. Na. Ez nem tudom minek kell ide, ezt felszedjük. Jó, itt nem tudom. Ja, itt majd csak készül a lejárat. Most nem jó, hoztunk, viszont lestrukkal. Na, de így nagyjából viszont szerintem ez így jó. Ide ki lehet már, tulajdonképpen itt már lehetne is éjszakázni, én szerintem. Bátrabbaknak, erős idegzetűeknek már lehetne éjszakázni. Én erős idegzetnek érzem magam. Igen? Ha hozol kaját tőlem, éjszakázhatunk itt, én benne vagyok. Azt nem tudom, hogy ez itt kimaradt egy réteg. Én hozok neked kaját. Az lehet, hogy ide lehetne tenni. Oda, hát egy rész, igen, tehát a bejárathoz oda lehetne, csak ide a többi helyre, ide nem tudok tenni. Bőrcsizma. Jó, hát nem is kell amúgy, csak... Jó. Hát... Vagy vas izé. Fú, na jól van. Szia, Anita! Vagy rakja. Az mi az? Elkaptam a fertőzést, az enyém igen, nem hat az antibiotika. Én single playerbe jártam úgy, hogy
Igen, én single playerbe jártam úgy, hogy elkaptam, tehát ott például megfertőződtünk, mert itt például soha nem fertőződtünk még meg a Szerún, de ott viszont megfertőződtem. És utána én szerintem bevettem az antibiotikumot, én csak úgy gondolom, hogy ez az úgy, ahogy Haggan is írta, hogy utána elvileg nem egyből, úgy mint régen, hanem később, de ennek el kéne, hogy múljon szerintem. Igen, az egyébként jó ötlet Bóvitól is, hogy majd fából megcsináljuk a csapóajtót. Ezt lehet, mindjárt meg is csinálom azért, hogy legyen. Felvennéd? Mit? Ja, bocs, én csetet olvasom. Hát, az is kell. Mit hoztál? Egy kis kaját? Hát ez nagyon köszönöm. Ez életmentő volt. Hát tudom, hát na. Ez életmentő volt. Na, egy csapóajtót még fából tényleg összedobunk. Én már megcsináltam, ne csinálj. Akkor próbáld lerakni, de úgy forgassad, hogy ne, tehát jól nyíljon, tehát ne így szembe. Tehát azon próbálja fordítani. Bármire nyílhat, csak ne abba az irányba nyíljon. Kidobtam neked, betfölt csináld meg. Azt nem tudsz belém kötni, hogyha rossz lett. Kettő van. Van egy javító változat is, úgy látom. Milyen mélyre menjünk le? Hát, ahogy te akarod. Hát és akkor pont a ugye így nem, jó, akkor legyen, nyíljon így, és ez így viszont jó. Hova rakjam a tocmókodat? Visszaadok egy... Nagy vissza semmit, minden gratis, garancia, minden. Nem azért, csak ugye erre is, arra a nyílásra, ahol most vagy, oda is kell majd egy hedge, bár végülis oda is lerakhatom már. Na, és akkor, igen. Csak attól függ, hogy merről lesz a létre, az a kérdés. Azért nem tudom merről legyen. Hát azért nem tudom még lerakni, mert nem tudom, hogy ott merről lesz. Na. Nem, jó. Hát mondjuk jó, ez ebben, Anita, ebbe még azért tényleg vannak bugok is, tehát eljuthat odáig a dolog, hogy igen, hogy nem tudsz meggyógyulni és meghalsz, de hát sajnos ez ilyen, de hát azért függetlenül is azt mondom, hogy akkor is ezzel játszunk, mert jó, tehát... És látsz, azt mondja, hogy jó, akkor az jó. Emiatt, itt viszem a sok... Hoztam, hol vagy? Menj el, hát most hoztam ide neked a vackodat. Hozom, vagy csak elültetek már itt fát, mert ne legyen. Elültessék fát, mert holnapra itt az egész egy dzsungel. Ki se lehet vágni ott a felét, amit éjszaka küldtek. Lehet, hogy amit mi ültetünk, azt nem lehet kivágni valószínűleg, nem? Az nem lehet? Nem tudom, de ahol tegnap agyagot ástunk, ott egy erdő lett. Nincsenek bagok a játék? Hát nincsenek tényleg. Nincsenek. Mi az a bunk? Nincs olyan sok. Azt kérdezz már a játéktől, mi az a bunk? Ajajaj. Te gyenge vagyok, hát nincs, nem tudok ugrani semmit. Ugrálok én, amikor nem tudok ugrani. Ne jön pizzáit, ha nem tud. Ja, ezt most tudják. Na jó. És mit hoztál te, Magor? Vasat meg izét. Ja, az nagyon jó. Ezt akkor mindjárt. Ja, meg van itt egy kis upgrade-elő kézi készülék. Jó van. Belövő. Jó. Tössze vagy így akartad? Azt nem tesszük el először. Jól van. Akkor viszont én elkezdek itt upgrade-elgetni, és legelőször ezt a külső résztől kezdve, tehát mondjuk itt állok, és innentől kezdjük. Jó, mindegy. Annyira jól lehet egyébként látni, melyik a fa, meg melyik a vas, nagyon jól lehet látni. Nyomkorom itt a gombot, de nem tudom eldönteni, hogy mikor melyiket látom. Hát, de a zombik el tudják dönteni, mert ők megütik. Hát, zombik, hát na.
Ennyi volt? Ennyi volt. Ennyi volt a vasunk. El is pacsáltad? Elpucsékoltam. Elpucsékoltam. Ez az szükség volt. Inkább kárba veszem, mint pocsékba. Jól van, ott lent csináltál létrát? Nem, még nem teljesen. Na, fordítva is ült az új motoron. Az jó. Nem csináltál róla a fényképet? Hát igen, ez nagyon szuper, igen, mikor... De nem baj, hát a szögbelövőm az megkülönbözteti, tehát a szögbelövőmnek több esze van, mint nekem, az meg tudja különböztetni a vasat a fától. Aha. Az a szerencső. Ja. Na jól van. Nem tudom, ott csináltál már lent? Igen, csak én mindig nem mondtad, hogy milyen mély legyen. Hát nem mondod, milyen mély, akkor nem tudom, milyen. Ja, nekem mindegy, hogy milyen mély. Nekem csak a létre kell, hogy csináljunk itt egy... Ja, akkor lemegyek 30-ig is, akkor csak. Jó. Na, ugrásd le innen. Srácok, egy ne ugodj be. Fél okay. Pillanatra lenémítom magam, mindjárt jövök. Jó. Okay. Úgyis itt van az este. Igen, csak annyi, hogy az F9-et tudod megnyomod, és akkor csinál egy képernyőmentést. Hogy többször nyomod meg, akkor többet csinál, és beteszi a játék mappájába. Azt hiszem, hogy most már csináltak egy ilyen screenshot nevű almappát a játékon belül, és akkor abban vannak. Na, hát én azt mondom, hogy így már szupi lesz. Az vicces lenne azért, hogyha már most kapnánk egy támadást. A kutya az ugyanis be tudna jönni. Az, úgyhogy azért ilyen hatcheket ide még mondjuk ja. Nem lenne baj csinálni. Mennyit kéne ide csináljak? 8-at. Azt tudok annyit csinálni? Ó, hogy ne tudnék. Ide még kéne csinálni, mert a kutya az, hát vagy ha bejön, akkor mondjuk legfeljebb felmegyünk most per pillanat, de nem baj. Végülis az a jó ebben, hogyha csinálok tényleg, ahogy itt beszéltük a cseten, hogy ha rosszul rakom le, akkor ki tudom csinálni. Vagy ebből, sőt, nem is, ebből jobban lehet látni, hogy rakom le, mondjuk ebből az a jó, csak még én sem tudom, hogy akarom lerakni. Mert már nem tudom, hogy jól tetsz. Na, az anyádat, ne ugráljál már. Ó, hát nem hiszem el. Annyira picit mozdítok az egéren, hogy nem hiszitek el. Most azt mondja, ott van a nyitó. Most erről nyílik arra. Ennek elvileg, hogy is kéne, hogy legyen. Mert erről... Hogy csináltam a múltkor? Erről nyílt arra. Vagy arról nyílt erre? Ez is egy jó kérdés, hogy volt. Hogy volt ez? Vissza is jöttem. Kipróbál. Róka itt van valahol? Csak rossz gombot nyomtam, de kipróbálhatjuk. Rókát kidobta a rend. Tegnap mondta, hogy talált egy... Így volt, nem így volt, ez pont fordítva volt, mert ez, hát ez így hülyén néz ki, ez így nem jó, ez pont fordítva kell. Közelben van munka. Ennek így pont nem jó, akkor ezt szétverjük, és ilyet csinálunk akkor még egyet, ez pont nem jó így. Nem jó, mert ennek befele kell, hogy nézzen szerintem, akkor lesz jó. Mit rongálsz? Sziasztok, szép estét! Hello! Akkor elvileg így kéne. Igen, hát nem tudom, minden esetre így bezár, de lehet, hogy így az szétütik. Vagy ez most máshogy néz ki, mint a... Jaj, persze, hogy máshogy néz ki, és tudjátok miért néz ki máshogy, mert most ide alulra is én rendes rácsot tettem, és nem középrácsot, és azért nem úgy illeszkedik. Akkor ezt itt lehet, hogy máshogy kéne csinálni. Ez az így van, Bóvi, hát ez az, pontosan erre. Ez. Csak viszont várjál, akkor ezt meg máshogy kéne lerakja, mert végülis le lehetne rakni talán máshogy, le lehetne. Na, uram, pakolja lefele? Így akkor sehogy nem jó.
Már megint rongál, komolyan mondom. Hányunk, teszek rá egy kis világot, hogy lássunk. Hagyd így, jó az úgy, hagyjad. Vagy locsold minél jobban szét. Nyomunk rá egy kis világosságot. Viszont akkor ez nem biztos, hogy én ezt rá fogom tudni ide tenni. Azt mondja a Hagán, hogy alulról felfelé nyílod kell, szerinte. Hát, igen, az most jó kérdés, ezt hogy lehetne megcsinálni. Bóvi meg azt mondja, hogy akkor jó, hogyha befelé lóg. Szerintem az nagyon nem jó, ha lóg. Mert vagy pedig itt lenne egy-egy ilyen, tehát mondjuk, hogyha tegyük fel, itt van egy ilyen, és erre teszem így, akkor ezt itt utána, mert ez, ezt rá tudom erre tenni? Magad elérhetnéd már a 20-as szintet, igazán? Jó, tehát mondjuk így le lehetne zárni, hogyha ide alulra tennénk valamit. Azt mondja, lehet... hogy ne visszintesbe elront, hanem függőbe. Igen, de ez szerintem már most így is, ebbe a formába is így jó. Szerintem, ha ezt így megcsináljuk. Mert azon az egyen, ott már kutya nem tud bejönni, ott felül, és az egy valamit. Hát most per pillanat szerintem azért, hogy most jó legyen, szerintem ezt így meg tudjuk csinálni. Szerintem így éppen meg tudjuk csinálni, és akkor nem is kell annyi, akkor is egyel kevesebb kell, akkor nem kell olyan sok. Andris, jól gondold meg, hogy hol akarunk itt feljönni. Elbarikádoltam. Elbarikádoltam a dolgot. Azt ne. Azt azért ne, jó. Van nálam 140 vasérc. Hova pattintsam le? Ezt most átmenetileg teszem ide így. Nem ebből a fából kell, csak most valamit ide teszünk, és akkor majd legközelebb valamivel megoldjuk ezt a kérdést, hogy ne így legyen. Ez a kis fa, ezt most beáldozzuk így, ezt a kis fát erre a műveletre. És ezt majd ide, itt szóval véglegesen valami mást fogunk ide majd tenni. De most per pillanat, szerintem ez így most, ez most per pillanat így jó szerintem egynek. Azt mondja, hogy a sima rácsot fordítsd oda, kevesebb helyet foglal, mint a keret. Abban igazad van, igen, de nem is biztos, hogy így lesz. Nem tudom, ezt majd még itt erre ezt ki kell találni, hogy itt ezt lehetne vajon úgy forgatni most ebben az állapotban. Nem tudom, mindjárt kipróbáljuk, hogy én most minden irányba, hogyha forgatom, tudok-e. Mert ez csak fel, függőlegesen is áll. Ja, csak viszont ezt ha függőlegesen nem tudom letenni, mert akkor se tudok átjönni rajta, hogyha én ezt függőlegesen teszem le. Szerinted találtál most csárkányt egyszer, nem? Igazán, ja. Én nekem van is. Egyes, ja. Van, adjak? Oh, hát akkor egy Isten király császár lenni. Laca, az előbb üzéget, hogy te tele vagy ilyen elektromos alkatrészekkel, az hol van? Vagy hol raktad? Vagy... Szerintem beraktam itt a kémény melletti padlás. Apa, bocsi, beestem én is aludba. Hol lesz a feljárat pont ott? Hát mégis lehet ott is mindegy. Oda, de tegyél még egy létrát. Tegyél még oda egy létrát. Azt mondja, Hagan, hogy le tudod tenni függőbe, alulról nyíljon felfelé. Na várjál, dobom neked. Pillanat, csak dobok egy kis javítónak is, ilyet. Szerintem ezt valaki meglovasította innen. Kösz. Megegyszerűsítetted az életem. Csak majd amiatt kérem vissza, mert én vasat azzal szoktam, de majd... De milyen elektromos alkatrészek gondol? Nem kell most. Hát mi az a... Elektronika... Alulról nyíljon felfelé. Az alsó, a fősőnek fordítva. Hát de most alulról nyílik felfelé, mert ez csak derékszögbe tud nyílni, az a baj. Na nem tudom, hogy hogy gondolod, Hagan, de ezt majd itt van 9 darab. Az alsóba. Mennyivel egyszerűbb köszönöksze? Akkor... Ja igen, az kell. Ja. Igen, akkor tud, holnap elszaladok bányász sapkát csinálni. Ja, de itt vagy.
akkor visszarakom a ládába alulra, jó? Na jó, ezt is be. Legalsóban van magor. Jó, én azt mondom, hogy nekem tetszik, ahogy elhaladtunk. Hát mondjuk itt is elég közel vagyunk a traderhez amúgy. De hát mindegy. Majd látjuk. Az érdekes lesz, hogyha a zombi éjszaka közel megy, a zombit is átdobálja a másik oldalára, vajon? Igen, a zombikat is át szoktam dobálni. Egyébként a előző verzióban úgy volt. Jó, ezt mondom, ezt nem tudom még majd, hogy lesz majd, ezt még kitaláljuk, ez nem a végleges változat, itt ez az ajtó, csak hát ez most fából van itt minden, tehát muszáj egy kicsit azért védekezzünk, hogy ha esetleg mámos kapunk egy támadást, akkor valamit csináljunk. Random hordát? Hát igen, random. De viszont én nem is tudom, az is lehet, hogy... Megint csuklik már! Várj, megnézem már, hogy én például íjból, ja, az kell fű, igaz? Kell, biztos. Hát én lenne. Azt kérdezze Bobby, hogy nem lenne egyszerűbb egy ajtót oda tenni és felevagételni? Úgyis kiemblokkálnak. Igen, én is, én tudod milyen ajtót gondoltam? Hát ilyen börtön ajtó, csak az olyan 12 ezeres például egy börtön ajtó. Az pont oda nagyon jó is lenne egy olyan ajtó. Csak azon át lehet lőni. Azon át lehet lőni, csak... Nem lehet gyártani. Csak viszont azt szerintem nem lehet gyártani már, meg az is lehet, hogy az nem is nyílik. Nem tudom, de múltkor már azt találtuk, hogy legelőször lehet egy gyártani, még az előző mapnak a legelején még néztem, hogy lehetett, ott van a live-ba is, hogy néztem, hogy jaj, de jó, a munkapadban ott van, utána Miklós mondta, hogy már nincs ott, nem akartam elhinni, és már tényleg nincs ott, tehát hogy már ezt kivették belőle, tehát ilyen, de az is lehet, hogy majd vissza fog kerülni, szóval majd látjuk. Igen, majd lehet, hogy az lesz, amit Bóvi mond, hogy sima rácsot majd, de most per pillanat átmenetileg jó van így, ezt majd, ezen még alszunk egyet, hogy ott mi legyen, hogy legyen. Az ajtóval, a sima ajtóval csak egy baj van, hogy ugye azon lehet, hogy ajtó lesz végül, csak ugye az ajtó az... Jaj, nem. Az ugye nem látunk át rajta, de és könnyű, nehezebb úgy lőni az ellenséget, tehát azért akarunk olyan változatot, amin át lehet, de lehet, hogy tényleg valamilyen bázis ajtó, vagy mit tudom, valamit, ha majd tudunk csinálni, akkor teszünk oda, vagy valamit. Úgyhogy valami majd lesz. Na, én a pontjaimat akartam már megnézni, hogy is állok. Nulla, akkor azt költsük el. Úgy nehéz lesz. Hol a nyavajában vannak ezek? Hát hol? Bent. Jaj, de jó nekünk. Jó, jó, szuperul lehet látni, melyik a fa, meg melyik a vas, mi? Ja. Nagyon jó. Jó, hát amúgy én nekem így tulajdonképpen rendben van a szénám, mert éppen nem vagyok se éhes, se szomjas, úgy különösebben, de azért szomjas az vagyok. De... Most odaadtam Andisnak a csákányomat, én most nem nagyon tudok, maximum fát vágni tudok elmenni, mondjuk az kevés van. Éppen lőjétek fát. Őket! Azt mondja Hagan, hogy állítsátok az ajtó helyre Andris, majd ő levédekezi. Gyere már ide te! Ja, hát ugye. Ja, Hagan, így van! De én elhiszek Miklósnak mindent. Csak csalódtam, mert ebbe az évben Miklós már háromszor vagy négyszer hibázott. Mi lenne, ha kiütnénk itt egy ilyen... És hát megmondta már Einstein is, hogy hiába mondasz egy életen át mindig okos meg jó dolgokat, hogyha egyszer hibázol, azt megjegyzi a nép. Ja, én meg kidobtam, hát, várjatok, már hova dobtam ki, azért jöttem, hogy egy íjat csináljak. Szerintem tudok csinálni kettes íjat. Azt mondja, mert Andi is a best. Igen, igen, így és van. Ezt lecseréljük. Na, Axel is megerősítette a zsír. Csinálunk zsírt, akkor már egy ilyen bunkózsliból is csinálunk, egy bunkózsbötöt is. Még egyet, egy jobbat. Sőt, hát akkor már... Szerintem az már a lúd legyen kövér, ebből is csinálunk, ilyet is csinálunk jobbat. Na és kezdjük el szétverni a fölupgrade-elt izéket. Jó. És akkor most már ez nem kell. Szevasz, Viking!
Állok egy szikla tetején, tetejére lerakott 8 fakockán, és várom a hajnalt. De miért nem itt nálunk várod? Vagy itt van bent a játékban? Ja, itt van a játékban, csak nem meg se nyikkant itt nekem, hogy vagy nem jön be beszélni se. Ha bejöhetett volna beszélni is. Szerintem be tud jönni. Na, verjük itt szét az összes izét, hogy rács legyen itt. Mert ez azért volt rács, hogy átlesen. Én megnézem már Vikinget, hogy be tud-e ebbe a live-osba jönni, de elvileg nézzük csak, hol persze van Viking. Szerintem igen. Viking kékre van festve, tehát az jelzi, hogy igen, be tud jönni a live-os szobába, tehát be tudna jönni. Szia, Alex! Szia, Alex! Szia! De ez így, de most egybe fog kérni. Azt mondja a Hagan, hogy tegnap önfeláldozóan a saját élete árán is megvédte Axelt, majdnem megkönnyeztem. Vagy Axel? De nem tudom, ezt nem emlékszem, hogy nem emlékszem, hogy ki védett meg itt. Na, én megyek még fát vágni. Na akkor. Jól van, Hagan, ne küldjél neki több lúcot, nem szabad. Srácok, lejött a víz. Kivert a víz, azt akarod mondani? Hát itt most a szoba közepén víz alatt vagyok, bludgy. Ja, az jó. Na, és újra itt. Na, hello. Szia. Azt írja Viking, hogy Axel, én a saját lábamon szeretnék biztonságosban állni, nem mások hátán feljutni. Ja, jól van. Oké, okay, csak ahogy te gondolod. Akkor ne is legyünk ilyen partiba esetleg, hogy lássuk ki merre van, vagy jó, hát nekem mindegy. Oké. Okay. Axelt védte meg Andris. Na hát így van, akkor csak Enigma jól olvasta. Csak Hagan írta rosszul. Andris mindig jön amúgy. Vagy menjek föl. Tessék, menjél. Andris mindig jön és önfeláldozó, meg mindenki. Úgyhogy ezért nekik köszönhetem, hogy még élek. Így van, de legalább nem tagadj. Azt mondja Viking, per pillanat az abszenszúr alul. Most igen, most társul. Az a baj, nem, fa, szadomazó. Minden ja, fa elfogyott most. Zap szemmel. Hát figyelj, valamit el kell kezdeni. Na ja, van amivel... Ne támadnak, Viking? Nem, szerintem... Az a baj, így nem is tudjuk, hogy pontosan milyen messze van, hát mert hogy vissza se jelöl, tehát igaz? Tehát így nem is tudjuk, hogy hol van pontosan. Én visszajelöltelek amúgy, vagy be... Ja, Róka, jó van, most jöttél. Magor, tápoljál egy picikét, mert nagyon lent vagy. Hát igen, csak szerintem én nem is vagyok éhes. Lehet, hogy több kilométerre van. Ja, kötszer. Szerintem éhes vagy. Maximum 70%-on lehet a kaján, így a csíkulit. 93-95. Anya! Jön a szadik! Szomjas vagy akkor így? Akkor így jel. Nem, hát így összevertek a... Ó, ez a fa. Jó, csak a csíkod lent van a... Nem csak az életerő, hanem az a... Ami megakadályozza, hogy följebb menjen az életerőd. A szürke csík! A szürke csík! Tehát valamit lent van. Közben... Jól van, gyűlik a fa. Az föl lehet volni, de... Ja, az nem létező fa, ura. Semmi. Van fájdalomcsillapító valamelyik látásra. Mindig nem létező fa, de jó. Bandást, ezért nyomod akkor följebb. Nem létező fa, éjfél van. A sima bandáccsal is? Felkapcsolták a lámpát. Ez is egy nem létező fa, ó, de jó így. Hát de csak a szürke fekete megy fel a sima. Aha. Igen, a szürkét viszi föl, a sima bandázsa fölveszi. Ó, de király. De ezt jó tudni. Aha, tényleg. Ez tök jó. Azt mondja a Viking, hogy amint meglátnak, támadnak, de most jól elbújtam az égben. Szabad. Pinky szokott így kopogni. Ó, kezdek befagyni.
akkor gyújts magad alá. Ah, nem, csak annyi, hogy magamon hagytam a poncsót véletlenül. Ez pont elég ahhoz. A poncsó. Páncsó. Egy páncsó. Jaj, igen, ezt ismerem. Major Annás pácsóban. Az. Major Annás pácsó. Mi az a pácsó? Igen, viking bujkál. Na viszont én meg fázok. Hát szadizzak. Hát. Én viszont... Én is fázok, meg éhes. Fázok, aha. Na jó van, hát itt... Mondjuk igazad van, hogy lehetne egy bandást nyomnia. Köszi. Nyomj el egy montást. Aha. Ja. Mert mindjárt csinálok is még. Nem baj, majd... Andrésnak se állt egy kis bandágy. Én jó vagyok így. Én nem barátkozok senkivel, mindenki hagyjon. De nem is azért, neked se töltődik fel jobban. Neked se fog töltődni jobban, mint jól. Igen, mert neked se fog jobban feltöltődni, de mindjárt szedek is. Egyszer sikerült már meghalni. Igen, nem tudom, kit védtem meg akkor. Nem. Bizonyítékom is van róla. Látok már, hol vannak a videóm is van róla. Ja, nézem, jó. Én nem emlékszem ilyenre. Nem, most viking írta amúgy, hogy őnek is sikerült már. Azt írja a Hagar, hogy nagyon OP a healing factor skill, főleg a harmadik szinttől. Hát növekszik, igen. Én azt hiszem egyet sikerült rátenni. Azt hiszem úgy, hogy először 30 másodpercenként, aztán 15 másodpercenként, gyógyít, aztán nem tudom a harmadik az, hogy van. Jó, hát majd teszünk rá. Most azon vagyok? Ja, azon vagyok. Karza. Dehogy vagyok azon. Pedro Róka. Jó, hát én most csak így kínom, hogy ne ott álljak. Azért ütöm a követ, hogy legyen egy kicsi, még nem ad olyan nagyon sokat, de hát ez is valami. Bocsi, bebúrtam a cselkány. Nem baj. Bázis fontosabb, ne haragudj. Hát ez is a bázishoz, ez a bázishoz tartozik, amit én csinálok. Az is csak mondjuk ez, az a baj, hogy ez a nagy kő, ez nem ad vasat, vagy nem nagyon ad vasat. Az a baj. Kevesebb vasat ad, és inkább több követ. Igen, úgyhogy ezt most csak úgy azért, hogy jó, hát kő is. A másik, amely pont fordítva. Elmi a kő is kell. Van nálam 700. Kő kéne, üvölcsés adó. De tényleg Andris bányászkodik. Andris lent van, igen. Most éppen alakítja ki. Most jöttem föl. Köszi Márknak a 7. lúcot. Axel, lejössz egy pillanatra? Na hova le? Hát egy emelettel lejjebb. Tere ki a hóra. Ja. Mit van? Mit? Hogy te? Hogy te vele mit? Kavicska. Annak nagyon örülök. Annak amúgy is olyan kevés kavics volt nálam. Ne, ha mondtad, hogy kavics kell, hát... Nem kavics, inkább... inkább vas. Most már mindegy. Az nekem is van kavics. Rosszul fogalmazok szervezet. Vasam is van, 140, de ez a... érc. Ja, hát igen, az kell, majd az a kohóba kell, hát igen. Hát az ugye, az négyszer az majd csak akkor, hogyha kinyit a... kohó. Jaj. Na most viszont az lesz majd a nagy kérdés, hogy ugye real time-ba, valós időben vagyunk most 7:30 este,
és ugye több mint 2,5 órája megyünk. Viszont ugye az a kérdés, hogy... Nem kell kicsi, mi? Hogy most megvárjuk, bejönnek. Most reggel lesz, csak utána az a kérdés, hogy hát igen, hamarabb, de hogy én szerintem, hát most a következő napnak szerintem nem kéne már én szerintem neki kezdeni, mert azt a következő napot, azt viszont teljes egészében, azt viszont majd holnap. Miért akarnánk ide lerakni egyetlen egy blokkot? Akkor reggel kéne folytatni, azt mondom. És akkor szerintem reggel kezdenénk. Szerintem. Úgyhogy szerintem reggelig még egy kicsit... Hát egy ötig lehet ütögetni a követ. Igen, körülbelül. Ja. Vagy esetleg akár 6-ig, hogy a kohóba, vagy az én és a trédernél is be tudjuk dobálni esetleg, ami vasunk van, vagy valami, csak hogy utána viszont abba hagynánk, hogy a teljes nap, az viszont már holnap, tehát a nappal az holnap lenne, szerintem úgy lenne jó, ha már így jött ki az idő. Hát ugye addig csináljuk ezt így, ezt a változatot, amíg az első holdala nem megy, addig direkt, hogy ne pörgessük a szerót, tehát úgy jövünk csak be, hogy a live idejére, és akkor, ahogy lement az első horda, mert ugye addigra már kész lesz a hordaváró is vasból, meg minden, és onnantól kezdve már jöhet bárki, már akik itt vagyunk bent, tehát onnantól úgy szokott lenni, csak ugye az első néhány nap szokott azért veszélyes lenni, hogy hát el kell készüljen a hordaváró, és nem tudunk vele mit csinálni, ez egy fontos kérdés, mert hiszen a játéknak is ez a neve, hogy Seven Days to Die, vagyis hát jön a 7 naponta jön a horda, úgyhogy azt kell túlélni, és azért ezt tudjuk, hogy az első hordnak, ahol láttuk randomnál is, meg magunkon is láttuk ezt már, hogy itt nem gatyáznak, tehát első hordakor is jön a rendőr bácsi, szóval itt már nem... Hát egy zöld világító. Igen, szóval itt már azért nem úgy van ez, mint régen, hogy jó, hát az első hordát azt egy fa tetején is ki lehetett bírni, most már nem lehet, tehát most már azért ez jó, már nem úgy van. Jó, hozzá. Most már nem, és hát tényleg... Bemegyünk egy házba már most, vagy első nap is bemehet az ember egy olyan házba, hogy talál rendőrt, szóval most máshogy van az időszámítás már, mint eddig volt. Miért van itt? Meg nem is a rendőr a legveszélyesebb. Miért van az a lefele nyíl nekem? Mit lehet itt csinálni? Az a lefele nyíl azt jelenti, hogy bontod a sziklát. Ja, hogy én jobb gombot nyomom, és ez mutatja, hogy ez mit upgrade-elni akar. Mi ez a hülyeség? És ez az, nézzétek ezt a nagy követ, ha jobb gombot nyomok, akkor upgrade-elni, csak cobblestone kéne hozzá. Milyen hülyeség? Nem tudtam, hogy mi ez a lefele nyíl itt. Dupla rétegű lesz a teteje? De nem, és a sima nagy követ, állok a kő tetején, ütöm, és azt lehetne upgrade-eljem a nagy követ. Tehát ilyen hülyeséget. Axel. Ja, hát az most, igen, mert hogy úgy ütik bele, hát pont azt beszéltük itt, hogy vagy egy szinttel kisebbre csinálom, alacsonyabbra, el is kezdtem lebontani, csak ugye azzal akkor egy szintű lett volna, csak ugye akkor meg túl alacsonyan lettünk volna, és esetleg, hogyha betörnek, akkor is felmenjünk a tetejére, akkor ütötték volna a tetejét. Tehát különféle ilyen okokat itt beszélgettük a cseten, hogy jó, és akkor a végén csak visszaépítettem, és akkor ilyen dupla rétegű, mert azért, hogy a szélének kell tulajdonképpen olyannak lenni, konkrétan a szélén kell, hogy legyen egy olyan réteg, amibe beverik a fejüket, tehát az muszáj úgy legyen. A teljes belső réteg nem muszáj, hogy megmaradjon amúgy, ahogy most van, mert sok vas kell hozzá, tehát nem muszáj, de az a legkülső, ott muszáj, hogy két réteg legyen, mert abba ütik be a fejüket. Úgyhogy az így. Hát az is lehet, hogy ez javítaná, bár most ez, igen, most egy érdekes dolog, hogy miért pont cobblestone-nal akarná javítani, amikor ez egy sima kő, tehát na, mindegy. Szerintem ez is egy bug, vagy ez régen is így volt? Ez 16-osban is így volt? Ez... Elmehetek a földet is vissza tudod javítani. Hát azt értem, de a földet mondjuk földdel tudod visszajavítani, igen, de itt meg ezt a sziklát én cobblestone-nal tudnám, tehát na mindegy azért. Lehet, hogy ez így volt a 16-ban, csak soha nem vettem észre.
Lehet. Lehet, mondhatnám. Lúsnak, hogy lehet. Különös is azt mondja, hogy de miért le? Jó, de ez a 16-osban is így volt, hogy ezt lehetett volna ezt a nagy követ, én visszajavítom. Hát valószínűleg az benne volt abban is. Nem tudom. Hát a sziklát, amit a föld alatt bányáztál, azt is följavítottad Cobblestone-nak. Hát azt amihez kell, egy... ugye kő meg agyag. Jó, hát akkor én meg nem csináltam ilyet soha, úgy látszik, mert sok értelme nincsen ilyet feljavítani Cobblestone-nal, de... De jó, akkor elfogadom, hogy ez a hülyeség így működik, csak... Én tisztelem mindenkinek a hülyeségét. Azt írja a Hagan, hogy azért, mert a kő a kőre nem tapad, az agyag tartalma miatt tudnád javítani. Az agyag már tapad. Uh-huh. Azért kább ő stone. Ágsz, te állítod az esőt? Nem állítom. Hát az Axel kikapcsolja az esőt... Ez olyan, mint hogyha mennék a Millennium Falconnal, látjátok? Na, kicsit sűrűbbnek kéne lennie, de igen. Jó. Ja. Hát ez egy olyan, ez egy olyan terület az égen, ahol nincs olyan sok csillag. Hát főleg esőben. Ja. Télen, sötétbe, hóesésbe autóval menni. Ugyanez a... Az igen, hatás. Az jobban igen. Hó, pejhek jönnek szembe. Meg a mikolások. Valamelyikünknek részegnek kell lennie, vagy nekem, vagy a mikolásnak. És a kettőnek mennyi esélye van? Ne! Hát mivel nincs jogosítványom, nulla. Azt mondja, igen. Mindjárt, akkor jön mindjárt Darth Vader. Igen. Ja, yeah, Darth Vader. Azt hittem, meg is jött egy Jedi lovag, mert azt hittem, hogy egy zombi jött. Zombik tudnak úgy ugrani, mint a Jedi lovagok. Tiszta Star Wars az egész. 12 dobok neked valamit. A pók zombi. Kinek? Ja, Magor, elérhetném még azt a három szintet? Jó, most hatalmi majdnem kétszer. Nem menj sehova egyedül. 11 percig. Hát ránk rontottak itt. Igen? Persze. És mennyire díjbolták szét a házat? Hát már összekalapáltuk. Érdekes, hogy nem ide jöttek hozzánk. Nem, mert Sikító itt rát meg. Ja, hogy ott dolgoztok, aha. Ki upgrade-elte fel itt a padlás teret? Nem én voltam, én most jöttem az előbb. Tegnap. Tegnap? Azt hiszem én voltam. Na, nem upgrade-elj fel, mert nem lehet rajta átlőni. Ja, azt hittem, hogy megint valaki fel upgrade-elte. Az eljárás, fakeret lerak, és kézzel beleütünk egyet, és akkor nem lehet fölvenni. Életlenül. Ja, ugye elrontod, ja. Hát, ja, vagy annyi erővel végig is vasra, vagy farács is lehetett volna, mert az is jó megoldás. Akkor kezdel ütöget. Aha, igen, nem csak kettőt, hármat. Igen, mondjuk ez tényleg most régen könnyű volt felkapni, és véletlenül beesel a zombik mindjárt közé, megnézem, de... jó? De... Aha, ez egy jó ötlet, és ha így szét van ütve, akkor már nem. De nem pépé verni, hanem csak... Igen, csak kap egy... Hagan, 13-nál jársz. Jól van, hát mindjárt reggel van. Itt már mind sérült, jó. Andris. Tessé. Lassan mehetsz aludni. Nem, zaklat, majd később, zaklat! Köszi Enigmának a lúd. Szívesen. Ú, milyen sűrűn kell ezt javítgatni. Ah, most lekapcsolták, valami történt.
Jó van, hát én már nem akarom sokáig most ezt ütni, mert amúgy se sokat, 50 darab vas azért kijött belőle. Köszönjük, ha még 7 napot kell melóznia idén. Az igen. Nem jársz Csaba fele véletlenül? Vagy Sarkad, vagy mit? Van ilyen város. Hetedik Csíkbarótól. Szerintem az, hogy jövő hét hétfőn, az pont nem jó, mert mennek az iskolásokat, vinnem kell, szállítom őket, többet magammal a iskolafogorvoshoz, úgyhogy az pont nem jó. Megkértek szülőket, hogy vigyük. Jó pénzé. Ja, semmi pénzért, de hát aki ráér, az... Te nem érsz rá, neked nájból ott. Ja, igen, hát ez délelőtt van, sőt, konkrétan reggeltől kezdődik a móka. Azért sokkal könnyebb helyzet, mint amikor én voltam kis általános iskolás, akkor jobban féltünk a fogorvos bácsitól, mert most már általában ugye 80% a gyerekeknek viszi az igazolást, csak bemutatja a iskola fogorvos, az úgy elnyúlt képen, jó, átveszi, oké, aztán ennyi. Én még a mai napig emlékszem, milyen nagy, szőrös keze volt az iskolafogászomnak. És mindenkinek ez maradt meg az iskolafogászunkból. Egy kisgyerekként így éltük meg a dolgot. Nem nagyon szeretettek fogászhoz járni. Ja, hát igen, meg hát ezek szadiznak, mert olyanokat csinálnak a mostani is, hogy az épp fogakat a kicsiknek, ugye ez a kis általános iskola alsós, felsős, mit tudom én, és hogy azt csinálják, hogy még az épp tejfogakat, ami nem akar még kiesni, nincsen semmi baja, tehát jó, meg minden, csak azért, hogy ne legyen ott, hogy tudjon majd helyére nőni a végleges fog, ezért fogja, és akkor cibálja ki mindenkinek, hát gondolom pénzt kap foganként érte, vagy mit tudom, hogy van ez a fogorvoséknál. És akkor én is mentem az én kislányommal, és mondtam, hogy nem akarjuk, nem ez az életrendje, majd a szépen kiesik magától. Hát tudod, az épp fog, az nem mozog semmire, hát tudod, milyen dologot elkezdik cibálni valakinek a szájában. Azt mondja, biztos, hogy nő volt a fogorvos, de annak is jó szőrös volt a keze. Haga maga fia, te milyen fogorvosokhoz járni kezdve, komolyan? Lehet, hogy nem vette le a bundakesztyűt. Ja. Haga meg azt írja, hogy nem, vésztőre nincs kedve most menni. Na hát most már tényleg mindjárt 4 óra, már másodpercek kérdése. És nem tudom mennyit szedtem itt össze, 67 darab. Hát nem olyan sok vas jött ki ebből, de hát valamennyit ilyet. 760, több 700. Na. Nekem most nem fogják, ezért mondom, én nyugodtabban megyek most oda, mert régen tojtunk, nem akartam azt mondani, hogy fostunk, de szóval régen tényleg nagyon, nagyon féltünk a fogorvostól, mint gyerekek, de én most ilyen nyugodtan megyek oda, mert nem engem frocliznak. Azt mondja, ha a Csernobyl van született a fogorvos. Három keze volt. Elszakadtam, nem? Három keze volt, és négy feje volt. Ja. Miközben fúrta a fogadat, közben másik kézzel már tömte, a harmadikkal meg készítette a tömést. Ja, erre már nem lesz szükségem. Raktam szögerdrótot, hogyha a fal mellett mászkálnak, akkor legalább darab súlya nekem. Darab nyivásznát innen lekapom a tetejéről, mert legyen ilyen kis szépséghibás ez a kő. De lehet, hogy feljavítom, ahogy Miklós mondja. Thank you.
Elég csúnyán, azt nézem, hogy elég csúnyán éhezek, meg azt hiszem 54%. Ettől a lapátolástól, vagy micsoda, a kőütögetéstől. Van nálam egy darab emendek, Axel, ha kell. Hát attól függ, ha nagyon jól vagy lakva, akkor elfogadom, de hogyha te is így állsz, mint én, akkor tartsd meg inkább. Hát én 90%-on. Ja, akkor te jobban állsz, mint én. Nekem már most ilyen merre 50 van körüli. Ilyen mélyen vagy? Vagy mellettem. Hát. Igen, mondjuk ez a munka, ez... Nyugodtan leugorhat. A munka nem esít, meg megéhesztet. Na jól van, nem kell több. Jó lesz így. Csak egy ugrás az angol. Gyere ide mellém a fészekbe. Fészekhez. De hol a fészek? Te hol látsz itt fészket? Jaj, jó munkához fészek. Idő kell, Laci. Jó, a rosszhoz meg még több. Ja. Axelnek úgy kell imádkozni, hogy adja a csákányt. Köszönöm. De már megfogyom a fa. Nem, egy elég, az elég. Várjál. Lesz. Várjál. Na. Tessék! Jaj, tényleg, azt... annálam még kavics is ha kell. Hát nekem az annyira nem kell, eddig se kellett, van bőven. Ezért ez trader helyző, oda még nem lehet bemenni. Oda még nem lehet menni. Így jó. És ez miért jó? Már nem zavarjuk el egymást. Hát, még ezt szeretnék rakni. Hát ez szuper, jó nagyokat tudok ugrani így, hogy semmi életerő nincs már. Szeretnék még egy sorra. Axel, azt kérdezi, hogy a falábú boltos bundás Gabit ismered? Nem, Békési, de Békés Csabán van boltja. Nem, de én sem Csabán lakom egyébként, úgyhogy nem is. De jártál róla, hát hát ismerni, nem? Hát Hagan miatt átmennék Csabára, azért, hogy találkozzunk, ígyunk egy bambit. Jó van, jó, jó van, Axel, megjegyeztelek el. Jó van, jó van. Jó van. Én meg csak az 5 éves terben vagyok benne, mi? Hát jó, te azért 300 kilométerre vagy azért kicsit. Még azt sem mondta, hogy hanyadik 5 évesben. De mondtam, hogy az 5. Ja, 5. a... Nem tudom hány év, 5. Hú, valakit. Ja, itt vagy mellettem. Na hát. Merre van itt? Ja, arra ebben az irányba jött a tréder is. Róka? Tegnap bejelölted a fűrész... Ennyit tudtam segíteni. És azt mondtad, hogy itt köszönöm. Van munkapad is. Az, ha a munkapad, az hol van? Fönt az emeleten. Ugyanebben az ilyen bebe. Bordani fát, Laci, hanem nagy gond. Ott tartottunk, persze, hogy kellene még bondást csinálják. Ezt nagyon meg tudom köszönni. Mondom már, hogyha van nálad legalább 10 darab. Csinálok is, meg hogyha találok még egy kis anyagot hozzá. Nem is az emeleten, itt bent. Hát izé, Axel, ha nem akkor gyapot, az őség ki. Hát keresem, csak most pont nem találok egyet se. Mert az is jó. Hát a gyapot, azt keresem, igen. Recept kell a nyomorult. Van nálam, van néhány ilyen kötszer. Úgy, de jó messziből lehet. Hát csinálok én ezt, de neked is kell. Hát nálam van. Igen, annyi volt. Tudom, ilyen nehezen lehet ezeket megtalálni. És akkor Laci, hozzájárulsz a Hordaváró alatt lévő bázishoz. Hú, de büszke vagyok magamra. Nem mindenki mondhatja el magáról. Na, mennyinél tartunk? Ez mi volt? Nem tudom, mit hallasz. Ez csak fű. Hát nem. Okay. Koton. Van nálam pár koton, nem akkor kell? Akkor erősen gumiszoba. Andis, nem kell koton? Van nálam egy pár. Nem, kösz. Majd ha szólok, akkor vagy mi, hogyha kell, akkor hozzád fordulok. Andris, abból, hogy én itt vágom a fáradatokat... Azt szeretsz, hogy gyógyszertáros? Szombat estére majd teszek ide egy ilyen koton automatát. Oké, okay, megbeszéltük, csak azért le fogok én menni 3-5 kilométer. Hát kell egy kis kitérő Andrishoz most. Nézzük, ja. Ebből mennyi ebből 2. Na jó van. Nézzük, tudok-e rakni a bányászatra. A bányász sapka gyártás az ugrott. Valami sajnos. Receptet akar. Hogy állok? 4. Jó, nem csinál. De itt még van egy pár. Akkor ezt még csak... Itt tökéletes lesz.
Tökély 7-es bázis lesz ebből. Na jó, egyből elég lesz, és akkor... Azt mondja Imi, hogy Andris nyugi, mi majd 100 év múlva találkozunk Axellel. Oké. Okay. Nem, hát már mondtam, hogy hozzájuk hamarabb el fogok menni, mert ők pizzával fognak várni. Á, jó, oké, megbeszéltük, jó van akkor. Egy rátartó sűrű krumplival. Ja. Már ott Kata minden nap süti a pizzánkat, azt úgyhogy ezt megbeszéltük. Igaz, hogy 300 kilométer, de hát valahogy majd... Hát akkor na, ha már itt lesz a Székesfehérvára, ne jöjjetsz felfelé. Csinálunk majd egy közönség találkozót. Ja. És miért csak a közönség találkozik? Hát ti, nézd, igen, a közönség majd ott találkozik. Elkólázgatnak, elbambizgatnak. Elbeszélgetnek veled, hogy miért nem használtak live-okban elég gyakran. Azt mondja, ha Axel a kávét fizetem hétfőn, csak ne legyen túl drága. Jó van, én mi majd elolvasom. Elküldik izébe. Most már tényleg csak azt várom, hogy 6 óra legyen, mert akkor kinyílik a trader, akkor bedobom ezt a kevés kis vasat, ami nálam van, és akkor viszont úgy 6 után be kéne fejezzük, hogyha nektek is jó. Mert akkor gyakorlatilag egyébként is már ugye 3 órához közeledünk, de akkor az azért lenne jó, mert akkor teljes nappali rész, az viszont már holnap majd, holnap tudna menni. És az úgy jó is lenne szerintem. Még mindig esik ez az esély. Ez az esély, már hagyj is sem már szét, könyörgöm megszel. Esik esi. Szép csendesen csepereg. Jó, de Andris a föld alatt van, ott azért esik. Igen. Axel lefele mindjárt. A sokáig igen, látom, azért változott itt egy kicsit. Látom, hogy lett egy kis hordaváró csinálva itt. Figyelj, muszáj. Az a tehénnek a szája. Laci, tényleg fáradt. Elhiszem. Hiszek neked. Ez vagy fáradt, vagy túlondó kipihent magát. Ja, vagy csak egyszerűen nyomott hangulatom. Az végül is nem igazán lehet eldönteni, de hogy ti lesztek fáradva, az biztos. Nekem na, nem. Szereztem 22 húsit. Itt volt egy őzike. Na, az nagyon jó. És már nézted, hogy őrzik-e? Igen, őrzöm. Ja, 6 órát, ez még 6 óráig egy kicsit még muszáj ütögessem. Már őrzöm húsát! Itt őrzini húsika. Mert utána kelleni fog az upgrade anyag, hogy a hordaváról. Hát holnap szerintem kész kell, hogy legyen én szerintem. Holnap, hogyha még a többiek is nekiállnak és segítenek vasat farmolni, akkor én van szerintem... Van nálam 1100 vas, Axel, ha legyen akkor... szépen meg... Akkor hozzad, Cimbi, gyere, úgyis kell egy kis kikapcsolódás, mert el vagy biztos fáradva, gyere, hozzad a traderhez. Au, au és au. Csak kétszer volt. Vagy csak egyszer. Axel, Imi azt írja, hogy Axel... Ja, rántott húsz szalma, krumpli, majd pizzával, az egy kicsit túlzás. Axelnek nem túlzás, imádja a pizzát, minden nap pizzát. Ja, nem, az csak ez a menü azért, ez szerintem úgy... Rántott húsos pizzát. Na, rántott húsos, olyat még nem ettem. Bepanírozod a pizzát, az kisütöd ennyi. Kaptam pontot. Betfűme eltűnik. Az igen. Az igen. Ügyes vagy, barátom. Csak jó csákányt adtam. Hát ja, imádkoztam is érte, hogy adod. A nézők nézhetik, hogy én hogy ütök. Na várjunk a sakkal, azt mondja, hogy mondjuk ezekre, erre nem akarunk tenni. Nézzük erre. Arra már talán. Úgy én is lettem szinte most egyik közben. Igen, egy pontom van, csak igen, nem tudom mire tegyek igazából.
Én tudom, mire teszek a Mother Lode-re. Hát arra is jó lenne, igen. Én teszek viszont, az egész melyik is volt ez a healing faktor? Mert az a következő, az már 15 másodpercenként healelne. Az is egy, ez egy nagyon jó dolog, mert legalább visszahílel. Én, hát szerintem, én szerintem erre ráteszem, mert ez erre az a baj, hogy keményebbek most már a zombik, tehát szükség van. Muszáj. Na 6 óra, úgyhogy ezeket megyek is be mindjárt. Mindjárt, ha szól a barátom, a lengyel. A lengyel barátom, ezt nem legyek, is tudom. Mikor Nyicki? Ah, mikor Nyicki a lengyel trader. Ezt nem... Au! Szerencsétlen beleüvöltött a főnök. Now open. Hogy mondják magor lengyelül azt, hogy nyitva? Az is jó keresztkérdés volt, mi? Hát ja. Nem is ide akartam jönni, Excel megfigyítesz. Igen? Örülök igen. Neki. Én meg éppen folyamatosan. Jól van, és akkor ide pedig vasacska. Vas van benne? Van. Hogy ne lenne? Mit csináljunk? Hát akkor gyorsan. Mennyit tudom kilevetni belőle? Hát annyit, amennyi van. Ja, és akkor ez itt van. Jó, ezt magamhoz veszem, de... Jött egy hortás. Köszönjük a lúcsot. Ezt magamhoz veszem. Szia, Andris. De jó, hogy most... Kell javító anyag még, Andris? Vagy mindegy, úgyis a kohóból ki tudod venni. Kohóból tudsz majd kivenni. Jó, szeretnék én viszont... Merre vagy Andris? Ha-ha. Ja, nem a ha-ha. Pacalos pizza, na az is jó. vannak ötletek. Híroszos, itt vagyok. Héten szombaton munkanap és pacal pörköltet kell majd ennünk. Az jó. Megyek veled, javár mégsem. Ki szereti a pacot? Ó, köszönöm. Én írjátok be chaten, ki szereti a pacot? Enigma te? Hát én régen szerettem, de... Amióta megtudtad, miből készül, azóta nem. De azóta már nem. Aha. Én csak akkor, ha jó puhára van főzőn. Gyere, aki van ez a pozsalapú, jól eszi. Között nem szereti enni. Jól van, na viszont én szerintem akkor kiléphetünk, nem tudom Vikingnek kiszól, mert vagy néz, hallgat-e minket, vagy nem tudom. Na Bóvi imádja. Na rendes ember, nézd meg. Yeah. Mely Axet-e imádod? Igen, mondjuk, hát jó, én nem tudom, nem tudom hány évente jutok hozzá egyhez, tehát olyan sűrű nem szoktam menni, de amúgy olyankor szeretem. Gyere Axet, menjük a Szegedre, együnk. Szevasz Geri. Na, viszont az sütnek 6 lapost. Na, viszont én szerintem holnap folytatjuk akkor, mert szerintem azért lépjünk ki, hogy minél hamarabb, tehát hogy az egész napunk... Vándor hordát. Van neked, nektek olyan? Nekem igen. Senki. Azt nézzük meg közelebbről. Hát most már csak utolsó van. Akkor nem nézzük meg közelebbről. Csak mondom, hogy nem. Jó. Jó, nem baj, Geri. Nem baj, Geri, majd visszanézed, hogyha akarod, hogyha szeretnéd, ha nem, akkor meg nem jöhetsz be többet live-olni, ha nem nézed vissza. Úgyhogy... Vagy eladom. Kötelességet visszanézni, Geri, mind a kettőt. Most úgy jársz, mint Axel, eladom téged. 10 liter kecskéért. Nekem 10,5 tevéért adtak el valamelyik nap. Na, köszi szépen, hogy itt voltatok, nagyon köszi a lúcokat, a feliratkozást, hogy itt voltatok egyáltalán a játékban, illetve nézőként. Tényleg, ahogy Friderikus mondta régen, hogy ez nélkületek nem jöhet létre, de tényleg, tehát azért ez ad erőt minden nap, hogy itt vagytok velünk, úgyhogy én örülök neki. Holnap akkor folytatjuk ugyanúgy a szokott időben, ha mindenkinek meg fog felelni, de remélem, hogy igen. És akkor további szép estét nektek. Sziasztok! 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 Sziasztok!